Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello, Feri. Hello, Jani. Sziasztok. Jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk. És egész máshogy szólunk, mint tegnap, amit egyébként most én nem bánok, mert sokkal jobb, de... Ugye? Hát, ha egyszer ez így jól szólna, vagy végre mindig ugyanúgy maradna. És ha direkt lenne. És ha tudatos lenne. Így van. Na, hát kedv van, szép idő van, jó idő van, és itt vagyunk, és hát már kedv van, szóval, hogy elszaladt ez a hét. Istenem, hogy már ennek is vége van. Fantasztikus, itt van előttünk ez a hosszú hétvége. Hogy elszaladt ez a hét? Ugye itt a kari. Ez a hét, gyerekek. Mi újság van? Hát srácok, minden a legnagyobb rend van, én azt gondolom. Az jó. Na, úgyhogy... Akkor menjünk a hírekre. Kávé jó. Hát, ha ennyit beszéltek, akkor az... Igen, szeretem várni, hogy mondja, Jani, mi van? De hát vannak jó hírek is, meg vannak elég rossz hírek is, ahogy szokták mondani. Hát kezdeném a rossz hírrel, hogy utána egy jó hír legyen a jó hír. Úgy néz ki, hogy az országunk első számú tornásza, Berki Krisztián valószínűleg nem lesz ott Rióban. Mert hogy a kvalifikációs világbajnokságon nem került be a döntőbe, ugye lovon, és hát sajnos ez többé-kevésbé azt jelenti, hogy nem sikerül megvédenie az ő olimpiai bajnoki címét, ahogy ő fogalmazott, hát egyszeres olimpiai bajnok, de kétszeres valószínűleg nem lesz már belőle. No. Úgyhogy ez semmiképpen sem jó hír. Ez szomorú. Igen, a tornasportban nagyon furák egyébként a kvalifikációs versenyek, meg egyáltalán az, hogy ki hogy kerülhet be. Tényleg a pontozás is. Nagyon az egész egyébként nagyon furá, hogy évről évre most azt tapasztaljuk, hogy igazából az olimpián nem a legjobb tornászok vannak ott adott esetben, hanem azok, akik a legjobbak voltak csapatban, tehát akik mondjuk így mindenféle minden szeren, az összes szeren jók, de nem kimagaslóak egyik szeren. Aha. Sem. Úgyhogy hát sajnos így alakul. Az a baj ezzel a tornászással, érted, hogy ott ülnek emberek, és azt mondják, hogy 9-6 vagy 9-2. Még a 100 méteres futásnál azon, hogy lenyomod az órát, aki beért először, hát, az mehet olimpiára. Itt meg már ilyen ez. Igen. Úgyhogy... Én. Hát nem is tudok rá mit mondani, nem nézek tornát, nagyon sajnálom. Nagyon szó, mert ez egy legszimpatikusabb magyar sportemberről van szó, amellett, hogy fantasztikus tornász és emberként is. Abszolút egy nagyon-nagyon szimpatikus. Igen. Na, Király Viktort hallottátok? Hát ez a jó hír, amit... Igen, erről beszéljük inkább, hogy Király Viktor ugye tovább jutott, de nem is akárhogy jutott tovább, mert hogy ő a Voice nagy tehetségével énekelt együtt, egy nagyon helyes, aranyos kis kövér szemüveges kis fiúval. Annyira klasszik az a fiú, hogy az, ami elképesztő. Uh-huh. Brutálisan jó hangja van, de hát ez egy ilyen mama kedvence, és tipikusan az ilyen mama kedvencének van mindig ilyen baromi jó hangja. A Pali úgy énekel, ha Pali, az elképesztő. Nem tudjuk. Hát, kinézetre nyilván nem tudom, de valószínűleg férfi. Igen. És ő a Voice nagy felfedezetje kint Amerikában. És ugye együtt énekelt Király Viktorral. Én nem értettem a Viktor dalválasztását egyébként. Mert el is a kis dal volt. Tessék? El is a kis dal volt. El is a kis dal volt, azt én nem tudom, nem ismertem így meg, de nem volt annyira átütő, amíg a másik fiú egy Adélt énekel talán. És az viszont nagyon szívhez szóló volt, és nagyon ismert, és azt hinné az ember, hogy talán ilyenkor egy kicsit jobb ismert számot választani, de El is a kis dal Amerikában lehet, hogy jobban kedvelik, mint Magyarországon, és emiatt lehet, hogy jobban ismert. De Adam Levine a rohadék. A szemét, az aljas, Levine. Adam Levine. Én igen, mi ismerjük, igen, sokféleképpen ismerik, de Viktor Levine. Eldobta őt, és azt mondta, hogy nem kell lesz. Belelőtte a szakadékba. Neveltelek, a gyermekem voltál, felkaroltalak, és eldoblak, és nem kell lesz. Igen. És nem őt vitte tovább az édesóba. Nem őt vitte tovább, mert azt mondta, hogy ő a másik fiút viszi. Így van. A kis ducit. Ducit viszi tovább, akinek egyébként tényleg brutálisan jó hangja van. Tehát elképesztő az a fiú, hogy énekelt. Én már tegnap láttam ezt a produkciót, valahogy felkerült az internetre. Hát semmi sem nyitok. És hát felkerült. És megnéztem. Szóval nem élőben láttam. De jött Gwen, a csodálatos Gwen Stefani, és azt mondta, hogy én viszont elrabolok téged, és tovább viszlek az élősóba. Most már csodálatos. Csodálatos. Igen, eddig nem érzek. Gyönyörű. Ugye? A tehetségek, a szuper fantasztikus meseszép. Tényleg csak a legnagyobb az mérhető tehetség Gwen Stefani. Adam Levine, Levis, Lewis. Aki rá akar keresni, Adam Levine. Nem barátunk többé. Nem játszunk többet. És nem barátkozunk vele. És ha bármikor keres engem, mondjátok meg, eddig hogy házon kívül tartózkodom.
Ja, nem jó, vagyok. Nem adjuk meg sem az e-mail címedet, sem a telefonszámodat. Nem. Nem adjuk fel neki a telefon többet. Jó? Nem vagyok itt. Ha próbálkozik nálad, vagy a Morning Show Instagramon, vagy Twitteren, vagy Facebookon, dobjuk ki. Utasíts vissza. Nem vagy a barátunk. Ha megyek Amerikába, és vár a repülőtéren, egy másik reptéren szállok le. Hát ez... Ha megyek a másik parton. Tessék? A másik parton. Igen. Picit magaddal cseszek, de nem baj. Nem, nem mész többet Amerikába. Vagy megírom neki, hogy nem megyek többet Amerikába. Hát, ha ő is ott van. Milyen dolog ez? Egyrészt miért tesz valaki össze két erőset két erőssel? Mi ez a hülyeség? Mi ez a baromság? Hát igen, mi ez az ostobaság, ez az alpáriság, ez a szörnyű butácskolás? Ez micsoda? Hát mindenki furcsálotta, hogy gyakorlatilag a két legjobb énekes került össze már itt az élő show előtt, és mindenki meg volt rajta döbbenve. Király Viktor is azt nyilatkozta, hogy ezzel kapcsolatban már valaki mikrofon végre kapta, hogy amikor ő felment a színpadon és meglátta a srácot, a kis pufit, aki négy fal között szocializálódott és tanulgatta az éneklés mesterfogásait, mert nem akart vele barátkozni senki, és ezért sok ideje volt. Amikor meglátta a srácot a színpad másik oldalon, akkor azért nyelt egyet. Azt mondja, hogy tele volt önbizalommal, de amikor meglátta a fiút, akkor az volt az első gondolat, hogy basszú. És így ment fel, hogy nem tudta, hogy nem ő tudta, lesz. Nem tudta, hogy amikor felment a színpadra, akkor látta, hogy ki az. Jaj, ki az a másik oldalon. Se akarták tenni azzal, hogy a két legjobbat teszik össze. Hát igen, sikerült. Na de hogy gondolkodik ez az Adam? Hát ezt értitek? Ez a Levine, hogy, vagy Levi. Hogy most nekem van 10 jó énekesem, 5 jó énekesem, a 3 nem olyan jó, 5-3 nagyon jó. Miért nem a gyengét jóval? A jót a gyengével. Miért ejtem ki, miért harapok bele valamelyik kezembe, érted? Nevelgetem, örökbe fogadom, lecsapok rá. Az a szerencsétlen fiú engem választ. Ugye? Téged. Hát engem, mint zsűri tag. Ja, érted. És aztán eldobom? Belerugok? Nem őt választom? Hát ez olyan, mint egy nevel gyereknek megmondani, hogy nem vagy többet a gyermekem. Picit, és kirakom az utcára. Picit hát olyan volt az egész, mint hogyha így a szerkesztési elvek is egy kicsit azért így belejátszatok volna ebbe a választásban, mert hogy egyébként a kettőjük párbajára hegyezték ki az egész műsor, tehát hogy 2 percenként ment le egy kis promó azzal kapcsolatban, hogy na és jön, és jön, és igen, és ő, és igen, és kivel, és nézzék, és ne menjenek sehova, és ilyen. Tehát, hogy azért kicsit rájuk. Hát, ez már itthon se értettem egyébként tényleg, hogy miért teszik össze a jót a jóval. Tehát, hogyha tudom, hogy van hát, 4 jó, meg 4 gyenge, akkor lehet, hogy nagyon van még ott, ahonnan ezek jöttek. Hát akkor nem izgulsz, hát tudod, hogy jó, nagyon jó fölmény. Na jó, de a gyenge se nagyon gyenge azért. Tehát a gyenge se úgy kell elképzelni, igen. Hogy mit tudom én, Zámbó Krisztián, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy tényleg, tehát, hogy nem tudom még nemet mondani. Most képzeld el, hogy a Zámbó Krisztiánt a Zámbó Árpival összesorsolna. Na, hát az egy nagy párbaj lenne. Érte. Az egy nagy párbaj lenne. Igen. Az hangok a... és az érzelmek párbaja. És hátul vokálozna a Csibi Jenő, vagy Csugúra, vagy hogy hívják? Csibi. Nem, Mária harmonikás. Csibi Jenő, vagy ki a fenét? Ki a fenét? Csibi Norbi. Na, szóval egyébként a Csibi Norbi meg egész jól énekel. Csibi, vagy hogy hívják? Csibi. Csibi Norbi. A Csibi Norbi. Gyerekek, a Csibi Norbi nagyon jó. Úgyhogy Adam Levine bekaphatja. Végeztél vele. Jó, végeztem vele. Ennyi leszámoltál vele. Nem vagyok a barátja többet. Én nem. Söndörödjön oda meléd a gőzben soha többet. Ne, semmilyen, itt van a Gellérbe járok. Megérkezik. Nem, nincs barátkozás. Nem, ennyi. Hát, lemondjuk az összes közös programot. Izzadt hátat fordítasz neki. Lemondjuk az összes közös programot, nem barátkozunk a feleségeink, nem lesznek jó barátnők, és nem lesz összejárás. Nem lesz ilyen. Na de minden esetre a csodálatos, a felülmúlhatatlan, az utánozhatatlan, a hihetetlen, a galaktikus Gwen Stefani lecsapott. Ugye a Viktorra is állítólag majdnem tönkrevágta a jelző szerkezetet, mert hogy gyakorlatilag háromszor vert rá akkora kalapácsütéssel, hogy ő vigye, hogy ő legyen, hogy az ő csapatában szerepeljen tovább ez a srác, hogy szinte nem is volt kérdés, hogy tovább. Jó, na, az ő csapata majd kellett nagyon erősítésnek. Nagyon jó, és még így is. És még így is kellett. Úgyhogy megnézzük ezt, majd 7 óra után megnézzük. Lehet, hogy megpróbáljuk a Viktort is elérni. Cibi Norvi, mindegy. Nem akarom itt bántani. Szóval megnézzük, és belehallgatunk. A lényeg, hogy Viktor az élő showban van, és hát ez gyerekek, ezt csinálja utána bárki, aki tudja. Mert azért ez egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy gratulálunk neki. Tényleg. Ez egy jó dolog. Be van kapcsolva a mikrofonod, Feri? Be. Ja? Jó, már hallottam eddig a hangodat. De igyekszem, csak még mindig nincs hangod. Ne vegy fel a kérdés. Azt így a piros. Pont én, akkor beállszol.
Nem vagy benyomva, hogy mi újság? Nincs hangod? De miért nem maradtál otthon, nincs hangod? De szeretek itt lenni. Tudod, baráti a környezet. Csak látom, hogy erőlködsz, ez így azért nem könnyű. Baráti a környezet, úgy érzel? Igen. Így áll egy Kamilla teát, hogy valamit, hát ha tudsz beszélni. Valamit. Gyerekek, tegnap, messze, akkor beszélek én tovább. Tegnap képzeljétek el, nem hiszitek el, hol voltam. Na. Néztek Instagramot? Akkor minek mondod el? Néztek Instagramot? Az oldal linkjét, nem? Láttam, és rá is akartam kérdezni. Jó, én is beszélhetnék róla, mert igazából ez a terület számomra hazai pálya, de hogy az, hogy már Balázs az Instagram oldalunkon, ami egy picit azért inkább az övé, mert hogy összerkeszti, városképeket rak fel, tehát hogy azt, hogy így felmegyek, megnézem, hogy mondom, hogy hát ha felrakott valami friss tartalmat, fölmegyek, erre mit látok? A Tatai Várból egy szelet, tudod. És akkor, és ráadásul egy olyan kis találós kérdést is rittyentett köré, hogy igen, hogy hol rejtettem el valamelyik testrészemet a képen, de hogy érted, a Tatai Vár, most a következő mi lesz? Hogy hívják el? Nem kérdezett Péknél módra kép, amit te csináltál ott. Drága jó anyámtól kaptam ezt az ötletet, aki tegnap mondta, hogy ha majd a Benit átvisszük, akkor ő elviszi a Tatai Várba, mert van ott egy tanösvény, nem tudom most átvinni, mert a Vikivel vásárolnak, meg nem tudom, de ilyen fél kettő körül végeztek, és azt mondtam, hogy na akkor ezt az ötletet viszont most lenyújjuk, irány a Tatai Vár. Lementünk 50 km-re Tatai irányba. És gondoltam, megörökítem, mert ritka azon ritka pillanatok közé tartozott ez a dolog, amikor én várak között botorkáltam. Uh-huh. A Tatai Várnál. Hát úgy néztek rám, mintha idegen lennék, tényleg. Hát. És imádom ezt a megfogalmazást, hogy várak között botorkáltam, mert azért ez egy viszonylag civilizált hely. Tehát, hogy ez nem a klasszikus hegyek között, völgyek között romocska térdig érve. Igen, és eszembe jutott, hogy ez már tényleg már Feri nem dohányzik, én már várakat nézek, tehát kicserélődtek, abszolút összemosodtak és kicserélődtek a szerepek. És csináltam úgy egy képet, illetve Viki csinált úgy egy képet, hogy az egyik testrészemet elrejtettem a váron. De elolvastad a kommenteket, vagy megpróbáltam megtalálni? Is. Tehát, hogy én megpróbáltam megtalálni, és a kommenteket is olvastam. És az Instagramon feltettünk egy olyan fotót, ahol meg kellett találni az egyik testrészt. De ez úgy jó az a játék, ha nem olvasod el alatta a kommenteket, hanem megpróbálod megtalálni. Ennek van egy trükkje, hogy kifotózod. Ugye az iPhone-nak a home gombját, meg az oldalsó gombot együtt nyomod, azt tud fotózni. És utána bele tudsz nagyítani, és megnézed, hogy hol van elrejtve. Hol van amikor elrejtve. Én néztem, akkor még alig volt alatt a komment. Hol van elrejtve az a testrész? És... Igen. Olyas csekkolás folyik a stúdióban, vajon hol lehet? Vajon hol lehet, de nem találod meg egyébként, ha csak nem olvasol a kommentet. Ha valakinek van kedve játszani egy picit, az Instagram oldalon ott van, nézzétek meg. Csak nem, mert valaki azonnal eltalálta. Azonnal. Fantom gerinc írja valaki. Hogy Phantom gerinc a fal előtt. Gyerekek, hogy ez milyen szép, lefotóztuk azt a több száz éves platánfát, ami ott van, ugye az évfája volt. Igen. 2014-ben gyönyörű, sétáltunk egyet az öreg tó körül, úgyhogy nagyon. És vazéval mentél odáig? Hát nem, azt nem, elfelejtettem bekapcsolni a vazét, sajnos basszus. Volt is nagy baleset, meg nagy dugón, be belefutottunk. De ez nagyon szép hely egyébként. Gyönyörű hely. Az egész gyönyörű. Az öreg tó, ott van ugye az Eszterházi kastély, ott van egy ilyen jó kis étterem. Ott mi a vár aljába ettünk egy nagyon jót. Az egy nagyon kis étterem volt, úgyhogy nagyon kellemes kis délután töltöttünk együtt. Noel otthon maradt, és így csak így hárman. Hárman, mint a régi. Hogy felnőtt a gyerek egyedül otthon? Nem, figyelj, mert tévézgetett, mert nézte a teniszt, mert éppen Bázelban van egy 500-as ATP. Azt nézte, úgyhogy jó volt. Jó, a gyönyörű idő volt. Jó, de a következő nem lesz az, hogy majd hogy hívják, hogy itt tudom én elmész, Szombathelyre Mészáros cukrászdába, és kikérsz majd, hogy hívják ott, érted, valami habos krémes igen. Csodát, és aztán felteszed. A következő az lesz, hogy én cukrászdába megyek, te pamutzokniba jársz, nem tudom, a Feri meg nem tudom, mit csinál. Az egyiket érdekes lenne, hogy egyszer tényleg így szerepet cserélnénk. Hát látom, valaki már várba jár. Én mennék el mondjuk két hétre Tájföldre. Na, elveszettnek éreznélek ott egyébként. Igen. De megcsinálják. Ott állnék, és én tök furan ez az egész. Sehol egy várom. Igen, sehol. Igen, csak banán flip van, nincs egy normális sütemény. Igen, sehol semmi. Na, úgyhogy nagyon-nagyon szép volt, tényleg mindenkinek ajánlom. Egy óra alatt körbe is lehet bringázni, azt a tavat van ott egy tanösvény, úgyhogy nagyon-nagyon szép. Nagyon szép rész. Kevesen voltak. Én azt hittem, az őszi szünet miatt rengetegen lesznek, de nem volt. Hát nem volt ugye senki. Viszonylag közel van azért a főváros, az egy autópálya lehet végigmenni, egy ideális kiránduló hely. Igen, fél óra. Hogyha nincsen az embernek sok ideje. Fél óra atlán vagy. Úgyhogy ez történt.
Még mindig van időnk? Jó, akkor elmondom. Én meg tegnap egy olyat láttam fönt az Indexen, illetve, ja, bocsánat, az egyik internetes voltam, mindegy, most már kimondtam, de annyira felhaborított a dolog, hogy most nem is nagyon próbáltam meg magam modernizálni, mert hogy képzeljétek el, hogy Felnémetnél, Eger mellett aszfaltozzák az utat, és emiatt ott folyamatos a torlódás, és dugók vannak. Na most, hát nyilvánvaló, hogy a dugó az egyetlen autósnak sem kedvez, és nem nagyon szeretik az autósok, viszont sok autósnak feltűnt, hogy az út mellett van egy nem ben elkészült, nagyon jó állapotban lévő kerékpáros út, úgyhogy fogták magukat az autósok, és úgy gondoltak először egy, aztán láttam, kettő, aztán négy, meg satöbbi, tehát hogy gyakorlatilag kinevezték ezt a kicsit szűkre szabott kétsávos autóútnak tűnő, de egyébként nem az, kerékpár utat, egy kis egérútnak, egy kis menekülő útnak. Hogy azért próbáltak meglépni? Hát nem, hogy próbáltak, hát vannak olyan képek, amiket nem tudom, ilyen drónról készítettek, vagy nem tudom, ami már látszik, hogy gyakorlatilag egy kvázi erkelül útat alakítottak ki ők maguk. De hogy azért, mert dugó az volt, mellette? Igen, őt a rendszeresek mostanában a dugók, és akkor ezért. De hogy, hogyha megnézitek... Nem jött bringás, ha nem jött bringás, tényleg, akkor már egyszer igazad van, de ha jönne rajta bringás, akkor se lenne egyébként igazából nagy gond, mert le tud menni a fűre, nem? Szóval a hét srácok, tehát hogy azért legyen már egy határ. Tehát hogy én értem, hogy persze amúgy is mindig szokott menni ez az autósok versus bringások történet, de hogyha ugyanezt mondjuk a kerékpáros csinálja meg az autóúton, akkor miért nem mész a kerékpárútra? De hát a kerékpárúton is haladnak. Picit kerültek ők. Mm-hmm, picit kerültek. Picit fogták magukat, aztán így kihasználtak. Hát ez a magyaros találékonyság. Tegnap is akkora dugó volt az M1-esen, ilyen 10 kilométeres dugó volt, mert hogy sövényt vágtak, vagy nem tudom, mit csináltak. Én nem értem, hogy ezeket miért most kell. Olyan dugó volt tegnap, már pont visszafele jöttünk, de mondom, elkezdtem nézni, hogy hol történt valami, és ahhoz képest 10 kilométeres sor volt. 10 kilométeres sor volt, és egyszerűen nem lehetett haladni. Kiderült, hogy sövényt vágnak. Igen, de hát ez sajnos ez van kategória. De hát azért a kerékpárutat használjuk már úgy vagy annak megfelelően, ahogy azt megtervezték, meg amiért megtervezték, és ne haladjunk már rajta oda-vissza autóval, hanem muszáj, főleg nem úgy, hogy gyakorlatilag ez a kerékpárút olyan széles, mint egy autó. Tehát, hogy innentől kezdve egy kerékpár... Mi a baj, túl szélesre építették, ennyi. Ja, mondjuk ez is igaz. Ugye? Tényleg, hogy keskenyebb lenne, ha fele ilyen széles lenne az út, akkor az autók nem mennének rá, de okos. És akkor fel ennyi aszfaltba kerül, vagy aszfaltot kellene beletolni. Ennyi. Ezt is megfejtettük. Na ezt jó. Is megfejtettük. És még nincs este. Na, nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatók. Azt mondja, hogy... Lajcsinál is voltatok energetikai tanácsért, kérdezi valaki. Ja, mert hogy ő Tatán és környékén laki. Gyerekek, uh-huh. Ne várjuk meg, amíg Lajcsiról kimondják, hogy valójában mi történt. Elég zavaros ez az ügy, és elég fura. Addig ne bántsuk, amíg nem tudjuk, hogy valójában. Ugye ilyen fura, hogy már valaki, aki előzetesben van, azonnal bűnösnek mondják, hát majd ha jogerős ítélet van, úgyhogy várjuk ezzel meg, ez így korrekt. Hortobágy és környéke, darvakozulásra látható fantasztikus, gyertek, nézzétek, kaptuk SMS-ben. Aztán Balé, nekem furcsa volt a zászló tartó rúd színe ezen a fotón, hát azt majd megnézem, én erre nem emlékszem. Azt mondja, hogy rosszul Nadal, egy percet beszélhetnétek. Néztem tegnap a kis alkalmazáson, nagyon nagy meccs volt. Nagyon nagy meccs volt, Nadal végül is tovább jutott 3 szetben, és megverte ezt a kis Lukasz Rosszol nevezetű kis, azt hiszem talán cseh fiút, nem túlságosan szeretik egymást, ő nagyon tehetséges. És nagyon jó, majdnem kiejtette a Nadalt az első fordulóban. Majdnem kiejtette. De az nem túl biztató, hogy már ekkorákat kell küzdenie a Nadalnak, nem. Akkor is, hogyha mondjuk nem top tenis játékos ellen játszik. Igen. Jó vagy, Feri, minden oké? Jó, minden fasz. Akarom mondani, hogy szuper. Jó, nehogy. Jó, egyszerűen, hogy hanyat tessel. Nehogy. Azért csak olyan keveset hallom a hangodat, hogy kérdezem, hogy minden, itt minden. Vagy. Minden, nehogy elájuljálj. Ne. Jó, kicsit csöndes vagy ma reggel, azért kérdezem, hogy minden rendben. Jó vagy, hozzak egy pár vizet. Jó, szóljál valami. Veszprém tejköt Bila kölyök küldi nekünk. Mennyi hülye van az utakon, Jézusom, ködlámpra, jobbra tartás, M3-as jójárható kicsi köd. Laca küldte nekünk Miskolcon, az Avason, a város részén mérnek a Pest felé közlekedőket, mérik, ezt Alex küldte nekünk. Köszönjük.
Köszönjük, köszönjük szépen. És természetesen már kinyitottam a pofonládát, tehát hogy jönnek már az autósoktól egyébként sokszor joggal persze az SMS-ek, amikben azt írják, hogy éppen a mit tudom, a budai rakparton minden nap rendszeresen vonulnak a biciklik oda-vissza, Viktor írja nekünk, illetve hogy most egyik kedves hallgatónk előtt megy egy bringás, úgyhogy jobb oldalt külön bringás út van, és akkor ahelyett, hogy azt használ. Hát ne akarja koptani, vagy azért éppen autósok alatt. Mit itt a poforos ládát az agyos ülésről, érted? Hát aha, itt üldögész az agyos ülésen, azt majd kapsz. Meg egyébként is mekkora vagy. Kapsz egy csics halángos, aztán... aztán lemészük közérbe gyufáért majd. Jó. Miért pont gyufáért? Miért nem befőttes gumiért? Ja, nem, mert azt az utcán is találok. Az is igaz. Azzal kented, azzal csomagoltad be az abomat, amit az utcán találtál, érted? Mari néni lehet, hogy azzal vitt a kölyába a kutyájának a gítjét, érted, hogy kivizsgálják bélférgeset. Simán meg azzal, lehet, igen. Te meg azzal csuktad be az abomat. Azzal hermetizálta a széklet, mint a töcsé. Igen. Minden, oké? Okay. Jó vagy. Na, jó. Ezt picit izgulok, jó vagy. Nem kell, nem vagy te olyan típus. Szóljál, hogy baj legyen. Hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Igen. Tegnap nagyot játszottatok, de nem elég nagyot. Már mint te. Jól van. Na, drágák, akkor lehet jelentkezni játékra, jó? Ha van közlekedési iratok, küldjetek. Ha játszanátok SMS-ben, azt is írjátok meg. Azt nézem csak, hogy pont most adja a TV2. Na, ott van az a fiú. Ott van. Ott van ő. Majd úgyis mindjárt bejátszunk, csak megmutatom. Tényleg, ilyen mama kedvence. És ott van Adam. Ott van a nem... Levine, ott van. Levine. Adam Levine. És ez ki? Oh. Ennyi? Ki ez a csáv? Ja? Mit akar ő? Na jó. Jól van. Oké, tessék jelentkezni játékra. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És azt nézem, hogy van a friss közlekedés hír. M0-án Szeged felé a Csömöri lehajtó után egy darab lemez van a legbelső sávon. Óvatosan menjen mindenki. Aztán Miskolc új elkerülője lévő körforgalomban olyan sávvezető félgömbök vannak, amik defektet okoznak, legtöbb esetben duplát. Legalább 20 dísztárcsát lehet ott látni. Ilyen kell a kerékpár útra is. Hújjon a férgese, Feri 70 küldenek. Az milyen, hogy sávvezető félgömbök vannak, amik defektet okoznak? Azért az kemény. Az kemény. Na, azt nézem, hogy van-e még valami friss közlekedés. M3-as Budapest bevezető autók vonulása, darvak, gyertek, nézzétek, fantasztikus, köszönjük szépen ezt is SMS-ben kaptuk. Na, nézzük akkor, hogy ki a játékosunk, jó? Mert hogy érkezik is. Ugye kedvan 1-0-ra vezetünk, és itt van... Ne. A hallgatók. Igen, hallgatók. Ráadásul a hallgatók. Hát az meg aztán pláne nem jó. Az pláne nem jó, úgyhogy ma nyernünk kell. 1-0-ra vezetnek a hallgatók, már itt van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, hogy hívnak? Ciao. Borka. Hello, Borka, hány éves vagy? 11. Ó, őszi szünet? Tessék? Őszi szünet? Persze. Én nem kis olyan voltam, hogy nem, csak elloptam a telefonját, és most garázdálkodom egy kicsit. Borka, honnan hívtál minket? Hajdudorog. Hajdudorogról. És hogy ilyen korán már fenn vagy? Hát úgy, hogy az óraállítás miatt. Ne is mond. A Beni ma 5:30-kor fölkelt, mert ő 5:45-kor kell, de hát ugye 5:30 az neki már ugye hát egy órával korábban. Tényleg utálom ezt az egészet. A Noel az 5:30-tól van fönn, mert 5:45-kor szokott kelni. A rohadt életbe ez az óraátállítás. Tényleg utálom én is. De mondd már nekem, hogy a 11 éves iskolából járó gyerek föl kell. Hát van egy naplátos ütemterv. Hát Borka is felkelt. Borka. És szereted a sulit? Hát, fogjuk rá. Szóval nem. Nem szeretném. Kivel szereti játszani, Borka? Jani. Janival, ez a veszély. Na, esetek egymásnak akkor, Borka, jó? Előre mondom, semmi személyes. Nekünk kell ez a pont. Meg kell csinálnunk, tényleg. Nem mehettek el 2-0-ra. Nem mehettek el 2-0-ra. Mehetünk, Borka? Persze. Milyen? Na, a többiek még alszanak, szülők, mindenki a nagy a csönd. Nem, apukám nem ment dolgozni, anyikám meghallgatja a rádión. Hallgatja a rádiót. Csokorom. Na jó van. 3-2-1, tessék. Borka, szia, szeretnél kérdezni?
Kérdezz nyugodtan, ha akarsz. Akarsz? Oké, kérdezek. Jó, kérdezz nyugodtan. Te kicsi korodban sportoltál? Én még mindig kicsi vagyok. De sportoltam. Egy picit. Te is sportolsz? Persze. Mi a sportág, amit választottál? Vagy a szüleid választották neked? Nem, én kézilabdára járok. Ó, Borka. Hát ott volt egy nem. Azt mondta, hogy nem, én kézilabdára járok. Szép volt, Jani! Elgyilkos. Hát... Ez van! Igen! Jó, bocsánat! Semmi személyes. De hát kellett nekünk ez a pont a tegnapi után. Nagyon haragszol. Nem, de hogy is. Miért gyereket így kicsinálni, és ilyen kegyetlenül, nem az 50. másodpercen, a 10. Ez a bocsánat! Komolyan mondom, hát ne haragudj, Borka, ha velem játszottál volna, én hagytalak volna nyerni. Én biztos, hogy hagytalak volna, de hát nézd meg ez a Jani milyen. Nézd meg! Ez a szép vagyod. Itt vagy, Borka? Igen. Ne keseredjen nagyon, jó? Jó. Puszilunk. Anyu se szomorú? Nem. Jó van. Nincs pigyergés. Ő se gyűlöl. Tessék? Ő se gyűlöl. Dehogy is. Na, jó van akkor. Jó van. Borka, puszi. Puszi. Sziasztok. Ciao, hello. Ennyi. Jó voltál. Ennyi. Akkor így viszont. Egy van. Na, azt mondja, hogy kamerát láttam a Kárpát-aljai Dercen határában. Vagyok még! Ja, bocsánat. Közben rájöttem, hogy ez a mobilomé, mert szelfizek. Gyönyörű reggelt, Fodor Guszti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát, ez picit erős volt, igen. Azt mondja, hogy... Olvassa nyugodtan őket. Felikém, ne vágja bali szavába állandóan. Na! jött egy ilyen SMS is. Jani, a pokorra fogsz jutni. Jani, te gyilkos, jönnek ezek az SMS-ek is. Higgyétek el, tényleg semmi személy nem volt. Semmi, nem ennyi kellett. Annyira szégyellem magam. Kellett hozni. Jó van, 5 percen pontosan 7 óra. Ez kellett, Borka! Ja, bocsánat. 7 óra után pedig rácsörgünk egy kicsit Király Viktorra, megkérdezzük, hogy mit szól ahhoz, hogy továbbított, gratulálunk neki, csak néhány perc erejéig felhívjuk. Mégis azért ez egy baromi nagy dolog, bent van az élőadásban, a Voice-ban, úgyhogy felhívjuk és gratulálunk neki. És a smafú, hogy én egy-egyre hoztam a hetet. De már megdicsért, nyugi. Borka, ha hallgatja, én biztos, hogy odaadtam volna. Én most lehet, hogy most még így is küldök neked egy ajándékcsomagot. Még persze, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, süt a nap, jó idő van, és marad a jó idő. Ha eltűnik ez a kicsit ködös, kicsit párás reggel, akkor utána verőfényes napsütés egész nap, néhány helyen ködfoltok lehetnek, de 13-15 fok lehet. Gyönyörű. A csöcshőmérséklet. Úgyhogy ez... Csöcshőmérséklet? Úgyhogy ez abszolút. Akkor azért megdermel a nyelvünk. Abszolút jónak tűnik, és jó idő lesz, marad a jó idő, egészen nem is tudom, jövő csütörtökig. Nagyon látom, jó. Látom, úgyhogy indián, az igaz indián nyár. Az ideális kirándulóra ide egyébként. Ilyenkor amúgy is a természet gyönyörű szép, most már nézegetjük mindenféle az erdőket, ahogy így sárgulnak a levelek, meg mindenféle színekben pompáznak az erdők, gyönyörű, ki kell menni. Használjátok ki, mert utána megjön majd az eső, megjön majd a hóm, megjön majd a nihil. Nekem nem mondd meg, hogy mit csinálja. Hát te jársz kirándulni. Tegnap is voltál, ma biztos van egy másik. Na jó, de érted. Szegedre vennem, Szegedre megyek ma. Most, ja, miért tényleg? Nyakamba veszem a várost, az országot, hol Tatán, hol Szegeden bukanok. Hát lesz az előadás. Szegeden vagyok ma, igen, Szegeden. Uh-huh. Szegeden lépek fel. Szegeden van show műsor. Mi ez, egyetem, főiskola? Ez egyetem. Uh-huh. Ez egyetem. Minden jegy elkelt. Hát, tehát házas előadás. Tudjuk, mindegyik olyan. A fenéért nem építenek nagyobb termeket, de tényleg. Hát, nem, vagy 500-an vagy 600-an lesznek körülbelül, nem tudom. Most voltam az Eltagója várban. Hát most 6,3-ból felhúznak itt egy pár utcával fejébe. Hát, lehetne valami nagy termet építeni. Igen. Ez ma Szegeden lesz, úgyhogy 3 órakor nyakamba veszem az országot, aztán irány. Megnézem de a kis jó. Vazéban, benyomom, hogy van-e dugó, vagy valami Szeged felé, és utána irány. Van benne annyi megborotválkozás is, hogy ne Kárló Pedez Zoliként menjél? A fiatal Terenszét fogod újra látni. Mire leérek Szegedre, az öreg Bud Spencerből a fiatal Terenszét leszek.
Úgyhogy az öreg Bud Spencer eltűnik. És a kékszemű Terence Hill fog megérkezni Szegedre. Egészen más. Egészen más. Igen, kicsit. Hát most, még úgy nem szeretek borotválkozni. Na, hát ez van. Csak a legszükségesebb esetben. Hát meg kellett a tegnapi inkognitóhoz, ugye, Tatán. Az meg a másik. Tatai Vár Sebestyénból. Az meg a másik, igen. Most jelent meg egyébként az öregnek szakácskönyve, én nem is tudtam. Hát nagy sztorik vannak benne állítólag, végig pont tegnap olvastam róla, és olasz kaják, ennyi. Állítólag nagyon jól főz. Kicsoda. És nem csak babot, hagymás babot, aha. A Carlo Pedersoli? Igen, az öreg. Főz. Az öreg. Spencer. Nem tudom, ezt nem hallottam. Na mindegy. Igazából mindegy, és a lényeg az, hogy gratulálok, Jani! Most szegénykinek így telhet a szünet. Igen. Tökéletesen igaza van a hallgatónak, drága hallgató, abszolút egyetértek veled, és én, ha én játszottam volna, én egészen biztos, hogy hagytam volna nyerni. De nézzétek meg, hát nézzétek meg ezt a Jánost, ilyen. Ilyen, hát most nem tudunk mit csinálni. Legyalult egy 11 éves. Hát ennyire kell neki a pont. Szép volt. Te húzta a szégyen pontot. Azt mondja, hogy M7-es 44-es kilométer Budapest felé Molkutnál a belsősában dur defekt egy személy autónak, még mindig ott elvigyázom. Mindenki Pécsen szikrázik a nap, nem keleten süt ki először, ezt Ata küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán Békés belterületén ezüst cseh gyártmányból mérnek ezt. Laca küldte nekünk. Valamint azt hiszem, hogy van még valami. Nem, ezek a legfrissebbek. Hm. Olyan köd van nálunk Veszprémben, hogy a kutyát meg kellett fordítani, mert befelé ugatott az udvarra. Zoli, a kutas küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az valahogy egyébként ez nekem totálisan megvan minden nap, mert a Daniels folyamatosan ilyeneket játszik el. Óriási, óriási. Tényleg ez, hogy beáll is, azt se tudja, hogy mi van. Elnéz egy irányba, és elkezd bugatni, de a történés az a háta mögött van. Én nem annyira látom magam, mert ezeket hebrencsek a bugszerek. Hebrencsek. A Hungárián az M3-as és a Tököli között egy elpusztult kis terv vesztegel a középső sávban, a Lágymányosi felé, ezt pedig Sisza küldte nekünk. Na, megnézzük akkor ezt a Jordan gyereket, mielőtt hívnánk Viktort, ugye? Ezt a beszélgetést mi már elkészítettük egyébként Viktorral a hírek alatt. Tehát nem élő, de azt, amit most hallotok, az még élő. Úgyhogy most még élőben vagyunk. Most. Majd szólunk, hogy most már nem. Ez is most még? Ez is most még, igen. Na, ugye Jordan Smith-szel énekelt együtt, és hát ennek a fiúnak egyébként tényleg jó hangja van, de a kinézet és a hang együtt az, ami igazán számít, mert hogy nyilván Amerika meglátta benne saját magát, és egy szemüveges, elhízott, hát most tényleg így gondolom, hogy ő egy jó kiállású énekes lenne, talán nem lenne ekkora szám, mint hogy ugye a szegény kisfiú... Neked mindig ekkora szád lenne. A szegény kisfiú, aki elindul szerencsét próbálni, és az ország megszereti, ugye ez a klasszikus Szímelinda effektus Magyarországon, hogy idősöcske, hát... kis pulóverecske, egy táskácska. Nem akar senki játszani, nem dobja oda neki a labdát. Igen. Na, Jordan Smith is ilyen, egy aranyos kis kövér kisfiú, szemüvegben, viszont a hangja az egész egyszerűen zseniális. Na, mutatom, hogy mit énekel. Ez volt tegnap, ugye, amikor Király Viktor párbajozott. Ennyi. Aztán jobb lesz, de itt ilyen kamasz hangja van. Azért ez nem egy meggyőző. Mindjárt belebben. Itt még valamit egy kicsit hamis is lenne. Aztán azért belemúz. Gyerekek, kamasz hangja van. Gyerek hangja. De olyan a hangja, mint amikor valaki még mutál, még nem ért el az igazi hangját, és egy gyerek hangja van. Hallgass meg. Nagyon sor egy összerakni a hangot az emberrel. Úgy néz ki, mint Gru. Tudod? A kis sárga marok a grúk és a nagy gonosz varázsló, akinek van a jégvarázs, és mindenkit elvarázsol. Van, pontosan úgy néz ki. Kicsi, apró, vékony lábak, de brutál nagy hang. Brutál nagy hang, főleg ugye... Nem, úgy néz ki, mint egy jó formában lévő smukkandó. Hagyjad azért. Tehát jó a technika, meg minden, de... Jó, mondjuk... Na, figyelj, kövezzetek meg érte, én már lejjebb úgy, hogy süllyedhetek, hiszen kicsináltam reggel a borkát, de nekem ez tetszik. Nekem ez tetszik, meg imádom a dalt, és mondjuk nyilván ez is benne van. De hallgass meg, hogy...
hallgass meg a különbséget. Some people live for the fortune, yeah. Some people live. Sokkal egyéni hangja van, sokkal egyéni, szívhez szólóbb hangja van, és ez jobban megéri. Férfias érett hang. Tehát az egyik dal jól van elénekelve technikailag, de nem jut el a szívedhez, a másik meg lehet, technikailag talán nem annyira jó, de hangszín, az, hogy mennyire érint meg. Na hát ő Viktor, ő kamasz hangja másik. Szerintem ez kamasz hangja. Kamasz srácnak a hangja, aki nagyon jó bánik vele, de szerintem nincs benne annyi, mint a Viktor van. Hogy az mondatja velem, hogy nyilván neki szurkolok. Meg most megvan a kép, hogy ebből a Jordan Smithből sztárt csinálnak Amerikában? Amerika nagyon szereti az ilyen történeteket. Ez a kicsi hogy fiú, elindult, bántották sokat, ő kövér volt, meghízott, beteg is, elindul, szerencsét próbál, és az ország a vállára veszi. Hát Susan Boyle, ugye? Igen. Got talent. Tehát, hogy meg vannak ott azért a nagy átváltozások, tehát majd egy személyedző, egy dietetikus, meg egy stylist, majd összerakja a srácot az első lemezre. Nem biztos, hogy lefogyasztják, vagy hát ez nem baj. Amerika tele van túlsúlyos kövér emberekkel, akik azonosulnak a túlsúlyos kövér emberekkel. Tehát, hogy önmagukat látják kicsit, mindenki zabálja a kukoricaszirupot, az édességet, a kólát, és brutálisan kövérek az amerikaiak. Na! Akkor is azt mondom, hogy Adam Levine gyerekek, tényleg nem a barátunk többé. Nem. Jó? Nem. Nem is kész. Nyom ki, ha csörög rád. Már hívott kétszer, hogy ne haragudjunk. Na, azt mondja, hogy felhívjuk Király Viktort, jó? Illetve pontosabban megmutatjuk azt a beszélgetést, amit készítettünk vele pár perccel ezelőtt, hogy van most, hogy érzi magát, és mit mond arról, hogy ő most már bent van az amerikai The Voice élő adásában a legjobb 20 között. Az elképesztő, ez ilyen országban, ahol mindenkinek ilyen hangja van. Eddig is mondtuk, de most, hogy az élőbe bekerült, és a 20 legjobb között ott van, ez már tényleg a világhírnek a küszöbe. Így van. Hát elmondta Butka, hogy New Yorkban megismerik. Hát szóval azért ez egy baromi. Az apja meg a nővér. Hát Márkot. Nem most Radics Gigivel találkozott. Ő is megismerte. Radics vagy, hát azért megnézek. 15-20 millióan megnézek egy műsort, a Voice, ami azért a leghíresebb tehetségkutató messzi földön, ami az Egyesült Államokban. 8 évad lement belőle, az egész ország azt nézi. Tulajdonképpen hétfő este, kis túlzással. Hát azért az nagy dolog. Na, mutatjuk, hogy mit mondott nekünk Király Viktor. Viktor, jó reggelt, hello! Jó reggel! Jó reggel, ciao, hello! Aludnál már nagyon? Nem, hát figyelj, tudtam, hogy hívtok, ezért már fönt kell, hogy maradjon. Na jó, mert tudod, udvariasok vagyunk, tehát hogy most aludni szeretnél, akkor inkább hagyjuk. Most tényleg figyelj. Nem. Figyelj, láttad magad? Tudsz róla, hogy mi történt? Hallottad a híreket? Figyelsz te internetet? Figyelj apám, tovább jutottál, hallod? Tényleg? De jó. Na, hát újra itt vagyunk. Szinte már minden reggel együtt kellünk, együtt ébredünk. Hát megint gratulálunk. És most már nincs több, ugye? Most már élőadás, vagy élő show, ha lehet így mondani. Bent vagy. Így van, most már élőadás van, most már végre nem kell titkolóznom, most már real time-ba tudunk beszélgetni. Most már minden real time-ba van, és nem kell úgy csinálod, mintha valamit még nem tudnál, amit egyébként tudsz. Így van. Ami egy tök jó dolog. Ott áll Edem melletted? Nincs ott? Nem, sajnos most nincs. Mi egyébként most már az Edemnek a számai, dalai, bármihez, amihez egyébként köze volt, mindent bojkottálni fogunk azért, mert egyszerűen nem értjük, hogy a két legjobb énekesét küldi be, és gyakorlatilag téged beáldoz ezzel a Jordan gyerekkel szemben. Hát kikérjük magunkat. Igen. Egész Magyarország, Kárpát-medence és ez egész kontinens nevében. Igen. Ha találkozol vele, mondd meg, hogy Bali üzeni, hogy nem a barátja többé. Jó? Ezt így add át neki. Légy szíves. Magyarország már nem játsza a biztonságot. Ennyi, hogy kiesett. Hát ki most lehet, hogy még a tilos néhányszor leadja, de a nagyobb kereskedelmi rádiókból Edem kiesett. Na, figyelj ide. Hát, mit csináljunk ezzel a Jordan Smith-szel? Megverjük. Nem, figyeld, a Jordan Smith az rohadt jó énekes. Nem azt mondom, hogy te tényleg rohadt jó énekes, és... Nem tudom, én legalább, szerintem mindenki észrevette már, hogy eléggé rajta alapul az egész felsőt, szóval szerintem eléggé esélyes, hogy ő megnyerje. Ez persze úgymond a szerénységi beszélről, mert azért én is tök szívesen megnyerném,
majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de annyit tudok, így azért kutakodtam így a verseny után, azért nagyon-nagyon sok olyan példa van ebben a Voice versenyben, hogy akit már kétszer elloptak, azok megnyerték a versenyt. Szóval semmi köze nincs semmihez ez a lopás, ez csak egy taktikai csel. Lehet, hogy arra volt szó, hogy a Gwen csapatának nem voltak elég erős emberek, és kellett neki erős ember, és akkor így volt megbeszélve, vagy letáll. Lehet, hogy érted, boltolták. Lehet, hogy a szerkesztők dolgoznak nagyban, érted, és átalakították a csapatokat. Én hányszor lehet lopni? Tehát most téged egyszer elloptak, és az élőben még ellophatnak a kiesel? Hát ebben az országban bármi. Mert hogy nálunk sokat lopnak, az oké, de mi van nálad? Nem, már nem lophatnak, ugye, mert az élőadás előtt voltak lopási lehetőségek. A következő élőadás az úgy működik, hogy kettő embert, ugye az ötből, minden csapatból, a zsűri, vagy hát a Gwen mondjuk, az ki tud választani kettőt, aki neki szimpatikus, és tovább megy. A maradék három az meg már Amerika szavaz rájuk, meg az egész világ. Azt jól tudjuk, hogy most az a dal, az az Alicia Keys dal, amit énekeltél, az a te választásod volt? Mondjuk azt, hogy félig. Aha, félig meddig. De miért nem valami ismertően, most beszéltünk róla, hogy most így nekünk egy nagyon kedves, nagyon helyes dal volt, de hogy nem ismertünk. De miért nem akkor egy, mit tudom, egy Karel Gottot, egy Lady Carnevalt esetleg, vagy valami. Tehát amit felénk is ismernek, amivel tudunk azonosulni. Igen, igen. Azért nagyon sokat dolgoznak a zenei vezetőség cégben, és így döntik el 20 ember, hogy egy énekes milyen dalt énekeljek. Azt nem mondom, hogy ez a dal nem volt benne az én listámban, mert benne volt a listámban, de kell jönnöm minden forduló előtt egy ilyen 30-40 dalt. hogy mit énekelni szívesen. Igen, és abból válogatnak, de ha nem tetszik semmi 40 dalba, akkor válogatnak a saját dalaikból. Hát ez az Adél azért, ő Adélt énekelt a Jordan Smith, ugye? Így van. Az ez egy slágeresebb dal, vagy talán egy jobban elénekelhető dal. Slágeresebb, meg jobban elénekelhető igen, dal. Igen, ez is egy nagyon érdekes téma az ilyen énekversenyekben, amit kevesen vesznek észre, de szerintem ez csak mert jól szerkesztik meg a műsort, hogy egy ember, egy énekes simán meg tud nyerni egy helyzetet, hogyha egyszerűen egy jobban énekelhető dala van. És ennyi az egész. Igen, ezért volt fura, hogy kevésbé volt slágeres a tiéd, Amerikában lehet, hogy nagy dolog. Ki ismeri Amerikában. De hogy, igen, de hogy talán kevésbé volt ismert is, nyilván mindenki tudja, hogy kit énekeltél, Igen, de viszont nagyon-nagyon nagy hatása van, mint feldolgozás. Szóval Amerikában az egy nagyon-nagyon ismert dal. Aha. Ez az Alicia Keys dal. És például ez most az első dalom, ami rögtön 10 perccel a verseny után bekerült a top 10-be már az iTunes charton. Wow! Általad előadva. Aha. Igen, általam eladva a 9. helyen van jelenleg. Még a szerkesztők is tudták, hogy nagy párbaj lesz, mert ugye azt láttam, hogy benneteket hagytak utoljára. De nyilván azokat teszik a műsor végére, akik tudják, hogy a legnagyobbat fogják énekelni. Hát azért az mindenképpen egy jó dolog, hogy a te neved is az utolsók között szerepelt, és Jordan Smith-szel ugye ti voltatok a műsor utolsó párbajozói. Igen. Hát azért az egy nagyon, igen, nagyon klassz dolog. És akkor mához egy hétre indulnak az élők ugyanúgy, tehát hétfőn? Nem, még vannak ilyes knockouts, ez a kiütési sorozatok. Szerintem olyan november, nem tudok pontos dátum, ilyen 10-e körül lesznek élőadások már. De még ilyenkor nem szólnak, hogy készüljél? Ja, igen. Majd... De, itt vagyok Los Angelesben. Aha, de már most elkezded a közös munkát a Gwennel? Ez volt az első napom a Los Angelesben, hogyha jól tudom, már a hét közepétől már találkozok Gwennel, és már énekelek. Csak mondom, hogy állítólag facél. Én is hallottam, de elvileg a Blake-kel kavar, szóval. Na, hát ez. Őt is írjátok fel a Jordan mellé. Őt is elintézzük. Amikor a mentorok elkapják egymást. Ő is csak a hajamról beszél. Igen, a Blake-kel kavar, na jó, akkor az ötetves lambója is meg lesz húzva a parkolóba. Van ott elég magyar. Elintézzük őket. Jó van, Viktor, hát gratulálunk neked, ez egy baromi nagy dolog, bíztunk ebben, hogy ez sikerül, ismerve téged, abszolút hittünk is bennem. Hát nagyon drukkolunk neked, és nagyon nagy dolog, amit végrehajtottál. Úgyhogy ne haragudjál az Edemre. Kicsinyes dolog volt, írj így a hajadra. Ennyi. Add át, amit üzentünk neki. Nyom, szia Viktor, köszönjük szépen. Ciao, hello, szia, ciao. Na, hát ez volt a Viktorral.
elkészített beszélgetés, amit 20 perccel ezelőtt készítettünk, ugye, hogy hadd nyilatkozzon másnak is, úgyhogy igen, hát ez egy felvett beszélgetés volt, ahogy egyébként jeleztük a beszélgetés elején. Na, hát meglátjuk akkor, hogy egy hét múlva mi történik. Már ez is egyébként csoda. Nem Viktor kvalitásai miatt, ez teljesen egyértelmű volt, hogy egy fantasztikus tehetség énekes, de azért oda jutni 20-ba, a 20 legjobb énekesbe. Benne van az, hogy tehetségkutatóban. Hogy ez milyen, hogy az is milyen jó. Semennyire szerintem. Nincs? Hát de azt mondod, hogy az amcsik szeretik a nagy sztorikat, hogy akkor nagy sztori mondjuk. Azt tudják, hol van Magyarország. De pont azért, mert egy messziről jött gyerek jön, és akkor milyen hát szerintem itt leginkább nyilván, ha külső adottságaid vannak, az igen. Vagy ahogy kinézel, az pró és kontra számíthat, de hogy te most így félig jöttél egy olyan országból, amit csak meg se tudnánk jelölni nagyon a térképen, az nekik szerintem nem ekkora sztori. Az nem sztori. A hang inkább, meg hogy bírják a csajok, jó pasi, jól öltözik, az eladható popsztáralkat, az mind benne van. De egy kicsi, apró, európai országból fingjuk nincs, hogy hol van, hát az szerintem nem számít semmit. Na, jól van. Hallottátok, hogy Törökországban nem tudják, hogy mennyi az idő jelen pillanatban? Olvastátok ezt a cikket? Ez baromi érdekes, mert hogy átállították az órát, és senki nem tudja, hogy most Törökországban hány óra van. Ugyanis Erdogan és pártja úgy döntöttek, hogy az óra átállítás csak megzavarná a török népet. Már pedig az ő figyelmüket most a közelgő hétvégén tartandó választások kell, hogy lekössék, és egy pillanatra sem szabad elfordulni a lényektől. Ezért november 1-je utánra, tehát november 1-én vannak a választások, és november első napja után, vagyis másodikától bármikor állíthatnak időt. Eltolták az óra átállítást. Rugalmasan kezelik ezt a világon mindenütt, aki állít, együtt állít. Nem ez a baj, hanem az okostelefonok, a tabletek, a számítógépek, a laptopok ugye nem értesültek arról, hogy a török kormány egyébként mit szeretne, és átállították az időt most hajnalban. És a legnépszerűbb Twitter kérdés most Törökországban az, hogy mennyi az idő. Ez megy, ugye ezt hashtagelik, hogy mennyi az idő. Nem tudják Törökországban, hogy mennyi az idő. Egy óra plusz, egy óra mínusz. Senkinek nincs fogalma arról, hogy hány óra van pontosan Törökországban. Viszont nem késik el senki a munkahelyről, mert hát vagy egy órával korábban érik oda, vagy pedig pontosan. Hát igen, ők most hogy voltak? Ők is visszafelé állították, ugye? Ahogy mi állítottuk hát most vissza. Most van 8:30, egyébként 8:30 volt. Na, de van egy 100 millió, 150, 200 milliós ország, nem tudom, ahol nem tudják, hogy pontosan mennyi az idő. Azért ahhoz már nagyon-nagyon-nagyon keménynek kellene, hogy te mondd meg, hogy majd én megmondom, mennyi az idő. Nem? Tehát ez már azért a csúcsa. A csúcsa tényleg mindennek. De ott minden ilyen rugalmas, a bazárba is az árak. Tehát ők már hozzászoktak ehhez. Na jó, de nem tudom, mennyi az idő. Hogy van az, hogy egy ország most nem tudják, mennyi az idő? Tudni tudják, csak a gép jelez neki más. Tehát ha az alapján megy, a számítógép alapján, vagy az okostelefonok ugye automatikusan átálltak, akkor elvett. És azért élek a gyanúperrel, hogy minden egyes háztartásban van egy számítógép, vagy egy okostelefon. Mindenkinél átáll, hogy most egy órával, egy később, vagy korábban van. Tehát én ezt nagyon bírom. Nem akarták megzavarni a törököket, és ezzel zavarták meg őket. Igen. Jó, most nem állítunk órát. És... akkor a király vagy, hogy belenyúlsz az időbe? Nem. Azért ez akkor jó? Majd én megmondom, hogy gyerekek, mennyi az idő. Akkor a szultán vagy. akkor a szultán vagy, hogy azt mondja Erdogan, hogy jól van, oké, nem tudhatok ti semmit. Majd, ha választottatok, akkor megtudjátok, hogy mennyi az idő. Most én mondom meg, hogy mennyi az idő, nem állítunk órát. De hogyha ők elveszítik, akkor azt mondják, hogy és akkor most mennyi az idő? Mondjatok békén. Nem érdekem. Annyi az idő, amennyi akarják. Engem ez már nem érdekel. Légy szíves, mondjátok meg, hogy most pontosan hány óra van. Vannak török hallgatóink, írják meg, hogy szerintük Törökországban mennyi az idő. Jó? Hogy nálatok szerintetek török mennyi az idő. Vannak török hallgatóink, hogy szerintetek nálatok most hány óra van valójában? Annyi, amennyit a politikusaitok mondanak, vagy annyi, amennyit az órátok mutat? Mennyi az idő? Most mennyi lehet az idő? Igen, ha vannak török hallgatóink, például nagyon menő török gíroszosoknál, ahol ki van rakva a török idő, a budapesti idő, a mekkai idő, akkor azok írják meg, hogy most ők mire állították az órát. Na, de és akkor mikor teszi fel a gíroszt sülni? Hát igen. Ha? És azért, de egyébként, hogyha meg azt veszük figyelembe,
hogy ugye például a műezin sem tudja, hogy mennyi az idő, akkor mikor egy órával korábban fölmegy a minaretbe, és akkor majd, hogy Egi már azt szólítja az igaz szűtőeket? Tehát és mindenki felkiabál, hülye vagy? A műezin most az iPhone-jára hallgat, érted? Uh-huh. És jelez neki, hogy délután 4 óra van, imához, fordulunk keletre, vagy azt mondja, vagy oda csörög meg hába. Ti mit mondatok, még csak ki vagytok? Mondjatok valami, mondjátok meg nekem. Adjatok egy itinert. Mondjátok meg nekem, mennyi az idő. Én nagyon szeretem ezt a cikket, amikor elolvastam, hogy a politikusnak már annyira elmegy az esze Erdogánnak, ugye, hogy azt mondja, hogy majd én megmondom. Nem tudhattok ti semmit. Belenyúlok a téridő kontinumba, és én megmondom nektek, hogy mennyi az idő. Szerintem vallási kötelezettségeik miatt egyébként ez egy nagyon kellemetlen dolog. Tehát amikor majd oda telefonál már a 380. műezin az Ayatollahhoz, hogy hát igen, én. Nem? Nem jó vagyok az eset? Oké, jó, elnéz, én nem tudtam, hogy... De most mennyi az idő? Hát akkor az onnantól kezdve kellemetlen. De egyébként közelednek a választások hétvégén, és ha most nekem állít egy órát a telefonom az iPhone, akkor én összezavarodok, és nem megyek el szavazni? Hát meg... Tehát vagy annyira megzavarodik a bioritmusom, hogy van egy napom elmenni szavazni, de nem megyek el? Hát miben zavar meg engem egy órát? És hogy gondolkoznak a török politikusok? Azt mondja, nem, tényleg hangul egyet, 3-2-re a telefonjuk, ne, összezavarodnak, nem mennek el szavazni. Fölkelnek, és azt mondják, ez egy másik nap, nem szavazunk. Ez mi ez a hülyeség? Meg hogy akkor mikor ér véget a szavazás? Egy órával korábban? Nem tudsz, érted? Már bemenni a terre, nem tudod leadni a szavazatot. Most a Gyugyi ott áll és toporog az edzésen, és nem tudja, hogy mennyi az idő, vagy rúgja a bőrt és egyedül van. Vagy áll a zárt stadionok előtt, és azt mondja, engedjetek be, engedjetek, ekkora baj, hogy már be se engedtek? Néznek rá, Gyugyikám, nagyon korán jöttél, nincs még edzés. Tehát mit mond jó, most Gyugyi? Jó, most oké, két gól, passz, hát most lesz jobb is, létszik, miért vagyok egyedül? Ha-ho! Kiabál Gyugyi Törökországban, és ott áll szegény, lehet teljesen hitehagyottan, és nincsenek ott a sportársak. Nem, őt ez már nem érinti egyébként, mert most már a hét toronyban raboskodik. Ugye, Amapur, kihozunk a hét toronyból. Ott fogunk énekelni majd a Gyugyinak, hogy kihozzunk a hét toronyból. Janikula, ott van egy vödör abba. Abba tolhatod. Ilyen egy ország, hogy azt se tudják, mennyi az idő. Hát azért én ezt szeretem. Ez kívülről, ha szörnyű lenne ilyen országban élni, ahol már a politikusok azt is megmondják, hogy mennyi az idő. De hát ez egyszerűen felfoghatatlan. Na mindegy, nekem ez nagyon, nagyon tetszik. Jól van, azt mondja, fél 80, most Jumurcsák vagyok Egerben. Igen. A talizmánom. Borra, Mr. Gergely, itt magyar nálad a fiam. Magyar gyerek, török gyerek, kicseréljük. Most megyek Törökországba, és időbe kell mennem, akkor siessek, vagy ráérek, segítsenek. Ugye jó a kérdés. Tényleg, hánykor fejed a tehenet? Hánykor nyírod a birkát? Ráérsz. Na, tehát te jelez neked, hogy megtelt a tőgye, fejd meg. Hát azt időre kell egészen pontosan. Hát most ott tehenet nem lehet átállítani. Ott nem állítod csak át. Fejjel mondjuk az ellenkező irányba. De hát, hogy ott sok variációs lehetőség nincsen. Na igen, abszolút. Így van, az állattartók akkor kellnek, amikor az állat kell. Milyen menő lenne, ha mi megmondhatnánk, hogy mennyi az idő, vagy hogy ma milyen nap van, nem? Tehát a rádió, a reggeli rádió te néha megmondod. A reggeli rádió műsor mondaná meg, hogy ma szombat van. Bekapcsolnánk az emberek a rádiót, megtudnák tőlünk, hogy milyen nap van, és azt szerint élnének aznap. Ha nem vagyunk, akkor szombat. És kihirdetnénk, hogy szombat van. Ma feküdjetek vissza, ma nem kell menni dolgozni. És kész, megmondhatnád, hogy milyen nap van, hát ilyen szenzációs lenne, nem? Na mindegy, jól van. Ne fessük az ördögöt a falra. Ne jöjjenek el ezek az idők megint. Hogy megmondják, hogy mi? Hát csak nem. Megmondják, hogy milyen nap van. Azt azért csak nem. Óven bácsival játszunk, jó? Lehet jelentkezni játékra. És írjatok SMS-t és friss közlekedést, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kocsiban ülök, ír rám, mit látok, de egy Zalában akkora a kötőnél semmit nem látok. Tomek küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy megfejtettem a török óra átállítás titkát, ez nem más, mint politika. Hát erről mi is beszéltük, igen, mert hogy Erdogan pártja döntött úgy, ő és a pártja, hogy az óra átállítás csak megzavarná a török népet, és hát nekik ugye a közelgő választásokra kell figyelni. Ha este 6-ig lehet szavazni, 5 órakor megnézik a szavazás állását, ha nyerésben vannak, akkor visszaállítják az órát, ha vesztés állnak, akkor még van egy óra, hogy fordítsanak. Ezt Banderas küldte nekünk. A török idő zavar miatt elmarad a Szulejmán? Dobó család. A legfontosabb
kérdés. Minden törös vonatkozásod. A Szulejmán nem. A barátom Isztambulból írt, hogy elővette a nagyapja karóráját, mert az iPhone-ja visszaállt, az iPod viszont nem, és aténi időt mutat. Hiába akarja Isztambulra állítani, nem fogadja el. A MacBook pedig amerikai időre állítva mutatja a jót, a másik barátom pedig leküldte a repülőjét vasárnap az óra átállítás miatt. Ugye erről van szó, és én erre próbáltam ráfűzni, hogy azért ez okozhat bonyodalmakat, ugyanis van rengeteg nemzetközi vasútállomás, tényleg, repülőállomás, ahol ők ugye átállítják a török időt, de a párt azt mondja, hogy mi nem állítunk időt, tehát két párhuzamos idősík futott egymással Törökországban, vagy fut jelen pillanatban. Egy, ahol indulnak a nemzetközi gépek, vonatok, járatok, buszok, stb. A másik pedig, amit a párt mond, és azt mondja, hogy nem ennyi az idő, majd mi megmondjuk, hogy mennyi az idő. De jó, a gépek felszállnak. Te meg mész hülyén, hogy nem tudod, hány óra van a saját országodban. Egy órával később érsz ki pont minden. Tehát azért ez valóban okozhat bonyodalmakat. Persze, hát hogy most a kormány ideje vagy az ellenzék ideje szerint mész ki egyébként a vasútállomásra. Mind a két időt figyelembe kell venned, csak úgy tudsz kimenni, igen. Azt mondja, hogy csak holnapig derüljön ki, mennyi az idő. Ő is egy Szulejmán rajongó. Írja, hogy tudnom kell, mikor kezdődik. Gyerekek, nem kell izgulni. Az magyar idő szerint. Magyar idő szerint este, nem tudom mikor. 9:30, nem tudom mikor indul. Nem, egy részt nem láttam belőle. Tovább folytatom a kücsük és tütük kalandja. Kücsük és tütük? Amúgy egy részt láttam belőle. Politikusok az időt is lopják. Jani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Erdogán az idő ura. Egyébként tényleg így van. Abszolút jól mondjátok. Azt mondja, hogy elhalasztják az NB1 fordulót a válogatott meccs előtt, így is, ha kikapunk, majd mondhatják, hogy nem voltak játékban. Ezt Miki küldte nekünk, ez már valami egészen más téma. Köszönjük szépen. Na, azt mondja, hogy jött még egy SMS, ez egészen más. Bali, a tegnap emlegetett téged a távgyógyász a műsorában. Péter küldte ezt nekünk. Hát én most nem láttam ezt a hatos csatornát. A másik hallgató megírta, egy ilyen nagyon hosszú SMS besárgáztam neked, hogy is emlegetett téged, illetve a műsort. Tegnap este lapozgattam a TV csatornák között, és a hatos csatornán rábukantam Tihanyi Tamásra. Ő ugye, csak hogy mindenki érts, egy szellemgyógyász, és beszéltünk vele, illetve pontosabban, hogy fölhívott minket, amikor én elmondtam, hogy láttam a hatos csatornán, ahogy meszes gerincet gyógyít, fantomgerincet kiemeli, teker rajta egyet, majd visszateszi. Hát csomó ilyen dolog egyébként van, és energiával valóban gyógyítanak, nem egy perc alatt, és nem így szerintem, én ezt kevésbé hiszem. Egy darabig néztem, hogy chattinget, mikor jött egy telefonáló. A hátára panaszkodott, hogy fáj. Erre azt mondja a Tamás úr, hogy sajnos nem csinál fantomműtétet, mert így is kicikizték a rádióba. Hát én lefordultam az ágyról. Jó, elintéztétek szerencsétlen karrierjét. Szegény. Jók vagytok, Marcel. Hát de szegény. Hát most valamire hisz. De miért szegény? Hát, hogy elintéztük a karrierjét. Mert akkor ő is azt mondja, érted, ő maga, aki csinálja a gerincműtéteket, hogy ez cikizés volt a mi részünkről. Na jó, de ennyi elég neki? De miért lenne szegény? Mert nem tud többet fantomműteni. De hát tönkretettük a karrierjét ezzel. Hát de ha én csinálok valamit, és én abban hiszek, és én abban jó vagyok, és engem fölhívnak egy rádió műsorban, és megkérdezik, hogy van az, hogy fantom műtétet hajtott, de én tudom, hogy az hat, és nekem az a visszajelzés, hogy hat, akkor én másnap is beülök, és csinálom. Tehát én egy fogorvos vagyok, és betelefonálok egy rádió műsorba, és jó vagyok, engem nem győznek meg arról, hogy én másnap ne praktizáljak. Hát ez milyen hülyeség. Azért, mert mi röhögünk azon, hogy mit tudom, hogy mit csinálhatsz, vagy mondjuk egy disznóvágáson, vagy attól te nem fogsz többé disznóvágásra menni. Fogok. Na hát akkor meg, érted, te hiszel valamiben, akkor emellett a dolog mellett kiállsz. Hogyha Tamás hisz a fantom műtétekben, akkor nem, hogy már őt zavarja az, hogy mi most itt röhögtünk rajta. Hát valószínű, hogy Kókler. Véleményem szerint. Hogy ezért visszakozott a műtétekből. Hát, ha azt mondod, hogy engem kicikiztek a rádióban, és ezért nem csinálok több fantom műtétet, de egyébként működik, de nem csinálom, mert jaj, hát akkor engem kinevettek, hát ezt nem értem, a párhuzamot a kettő között. Miért? Elég ennyi, hogy meginogjon? Tehát egy dokinak, ha elmondott, hogy ő nem jó szívsebész, hogy holnap ugyanúgy bemegy műteni, hisz benne, jó, amit csinál, és tudja, hogy ettől meggyógyulnak az emberek. Csak nem? Akkor nem megy, hogyha egyébként kamu volt eddig a dolog. Hát csak basszus, akkor nem csinálom, ha lelepleztek, kamu volt, és már nem akarok hülyét csinálni magamból, mert a félország azt nézi, hogy én betelefonál Erzsinéni, kiemelem a gerincét, csavarok rajta kettőt, lehullik róla a meszesedés, visszarakom Erzsinéni gerincét, és közben imádkozom, hogy ne szakadjon meg a vonal. Ennyi. Ugye? Mert összecsuklik a telefon előtt. És az unokája meg, mama, kelljen fel, meg azt mondta, hogy csütünk palacsintát. És Erzsinéni gerinc nélkül fekszik. Mama, a kredenc kulcsot, hol luktam? Leülök még magamért, meg már, ott van a lóvéja. Mama, még ezt a túros munkát benyomasztál, azért hívom mentőket. Mama meg ott fekszik, ugye, mert megszakadt a vonal. Tehát, hogy... Én nem értem a Tamást, tényleg. Én sem értem. Hát, csinálja tovább. Vegyen példát mondjuk, mit tudom én, Zámbó Árpiról, ő még mindig énekel.
pedig azért már kapott hideget, meleget. Nem keveset. Igen, de tényleg. Hát szívja már föl magát, azt München már fantom. Mot. Na, hát minden esetre köszönjük. Csak mondom, hogy egyébként mi nem is akartuk őt felhívni. Egyszerűen ő betelefonált a műsorba. És elmondta, hogy hallgat bennünket, ő szívesen beszélget velünk, tehát még nem is egy karaktergyilkosságról volt szó, és arról, hogy Tihanyi Tamás fantomműtőt egyébként megkeressük, felhívjuk, behívjuk ide és megalázzuk. Tehát mi beszéltünk a távgyógyítókról, meg a hatos csatornáról, meg erről a bődületes nagy hülyeségről, hogy emberek gerincét emelik ki egy mozdulattal, csavar rajta egyet és teszi vissza. Egy perc alatt. És aztán ő betelefonált, hogy itt van, kérdezünk tőle nyugodtan. Éppen nem tudom, ment haza, vagy ment rendelni. Ugye, hát így volt. Igen, egyértelmű. Hallgat reggelente, és pont megy rendelésre. Egyértelmű, de hogy nagyon fura. Hogy és akkor most mit csinál? A fantomműtétet nem csinál, mit csinál? Gyökértöm? Nem, most a csettintés van. Szívcsakra tisztítás? Nem, vagy a csettintés se tudod, leveszem, nem megtörtént. Emlékszel, ezt is mutatta. Vagy ezt is mondta. Hogy egy csettintés, és már elmúlt a dolog. Asztráltest első segély. Nem, mit hiszek ezekben, abszolút, csak nem így, és nem ebben a formában, ahogy ő ezt csinálja. Na jó, játszunk, itt van a játékosunk, Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok, srácok, Laci vagyok. Szia! Hello! Laci, honnan hívtál minket? Dunaújvárosból telefonálok. Dunaújvárosból? Mit csinálsz arra? Vért szállítok. Hoppá. Hova? Most viszed el a kórházba, vagy most mész el a vérét? Most éppen Besnyőről tartok Pusztaszabolcsra, itt a rendelőkbe gyűjtöm be a vérmintákat, és akkor azt hiszem be a Dunaújvárosi kórházba. Viszed a kórházba. Ilyen kis villogó autóval? Mert láttam ilyen vérszállítókat, sokszor mennek szirénával. Hát ez nem villogó autó, de gyorsan megyek, igen. Gyorsan mész. Aha. Jól van. Oké, Lacikám, na figyelj, van segítséged, vagy egyedül játszol? Egyedül játszok, úgyhogy... Egyedül játszok, úgyhogy mutatjuk. Úgyhogy valami könnyű, dobjatok be, légy szíves. Szerintem egyébként egyébként nem nehéz, nem lesz nehéz. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Oké. Az évi egy. Beru néni, mondta, hogy most már jó lenne, ha lenne valami. Na figyelj. Mindjárt átkopog a kis luk. Hát, nem tudok aludni. Na figyelj, mutatjuk az éneket. Oké. Okay. Jó, basszus, mennyire könnyű. Ó, basszus, itt van a nyelvben, és nem fog eszembe jutni. Nehogy, ne, gondolk, hogy egy kicsit. Mutatjuk még egyszer, hallgatok. Még egyszer, aha. Somebody... Jó kis csapat. Lehet, hogy ez a Green Day. Nem. Akkor most meg sem hallottuk. Akkor még gondolok, még egyszer bejátszanátok? Igen. Hát... Egy kis segítséget nem tudtok adni, frátok? Hosszabb részletet mutatunk, figyelj! Somebody once told me the world is gonna roll me. Hát ha ebből nincs meg, akkor nem lesz. Hát, a fene vigyel, tényleg, itt van a nyelven, de nem jut eszembe sajnos. Hát akkor elmondjuk neked, jó? Hallgass meg, ez... ez a Shreknek a zenéje. Igen. Shrek. A zenekar pedig a Smash Mouth. Smash Mouth, így van, ez egy Shrek. Hát a Shrek egész estés amerikai 3D-s ilyen kis animációs film, mesefilm, és annak a zenéje. És most kaptam üzenetbe az egyik ismerősömtől, hogy a Shrek. Azért köszönöm szépen Attila a segítséget ezúton is. Attila, tényleg drága vagy, hogy elküldted, köszönjük szépen, csak hát úgy néz ki, hogy ez Laci nem nagyon segített. Nem. Ez most nem baj. Azért Laci, köszönöm nem. Szépen a lehetőséget, egyet ne felejtsetek, hajrá, Fradi! Hát, ahogy érzed. Ha így érzed, akkor hajrá. Akkor legyen. Ezt a bajnokságot már behúztátok, úgy tűnik. Hát, megszól még a vége, de reméljük, hogy behúzzuk, igen. Most NB1-be vezet a Fradi. Hát, de nem kicsit. Ne csináld. Mert gyakorlatilag veretlenül. De most talán plusz 25-tel, vagy ez? Az egy picit régebbi sztori volt, de nem baj. Visszakerültek NB1-be? Ilyen nézek magyar focit? Hát most ezért ne lehet rám haragudni, én nem érdekel a magyar foci. Ahogy egy csomó embert nem érdekel a tenisz, és nem maragszom rá. Már újra NB1-be van a Fradi? Igen, menő. Na, hát na. Hajjára! Akkor olyan dukkorunk a Fradinak. Én ezt nem tudtam, nem követem őket, tényleg. Laci, köszi!
Én is köszönöm, srácok. Ciao. Sok sikert a bajnokságban, gyerjétek meg, drukkolunk. Oké, köszi, ciao. Hello, hello. Na, hello, hello. Egyébként, ha már Óven bácsi meg Beru néni, egy Barta Szabolcs nevű hallgatónknak köszönhetünk egy szenzációs kis rajzot, hogy van a Facebookon. Nézzétek meg, mi vagyunk a főszereplői. Egészen pontosan azt mondja, hogy Balakin Cybroker, Jan Szóló és Csumakka. Csumakka? Csumakka. Nézzétek meg, szenzáció. 4 perc, pontosan 8 óra vendégünk lesz. 8 óra után érkezik a Starban Starról Gáspár Laci és Claude Gabi. Hát... az ország egyik legegyszerűbb műsora, úgyhogy a kulisszatitkokról faggatjuk majd őket a hírek után. Amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Meleg van, vagy hát meleg lesz, most még nincs, de alakul az időjárás. Szikrázó napsütés, felszállt a köd, és egyre jobb és jobb az idő. És ez csak szebb lesz, és jobb lesz, állítólag egész hétvégéig. Marad az indián nyár. Ez még indián nyár? Hát, ez november elején már nem indián nyár. Ha ilyen idő lett volna szeptemberben, az lett volna az indián nyár, de nem volt. Minden esetre lehet még menni az utolsó napsugarakat begyűjteni. Ez is jó dolog egyébként, az utolsó napsugarakat begyűjteni. Másfél hónapja ezt nyomjuk minden hétvégén, nem? Begyűjtjük az utolsó napsugarakat. És minden hétvégén ez van. És hát egy... minden hétvégén az utolsó gyűjti be, aztán kiderül, hogy még lesz jó idő. De jobb ez, mint a korábbi permanens síralomvölgy, és jön a nihil, és jönnek a sötét hát a... hétvégék, és mindenki. Majd jön az is nyugi, december elejére. Igen. Na, hát ez a dal már ugye tulajdonképpen nem véletlen szólt, mert hogy nem sokára vendégeinkkel beszélgetünk. Mert hogy hát mi is nagy kedvelői vagyunk a Star van Star című műsornak. Nézzük, kedveljük, megvannak a kedvenceink, és arra gondoltunk, hogy egy kicsit foglalkozzunk ezzel a műsorral. Pontosan ezért egy ritka pillanat, de Kispál és a Borz itt a Morning Show-ban. Hát ős bemutató a klassz FM. Igen, de örültek a hallgatók, csak csendesen jegyzem meg. Ritkán fordul elő ilyen zene, de hát néha a zene az ugye egy picit alkalmazkodik a témához. 37-es úton a Gesztei part előtt Miskolc irányában van egy koccanás, ezt Tibike küldte nekünk. Aztán a budapesti alsórakpart elesett, nagyon lassú, aki tud kerüljön. Ajkarendeknél két zsák van az úton, valószínű teherautóról esett le, ez a 8-ason van, vigyázzon mindenki. Felsőtoldal rendőrautóból mérik a sebességet, 30-as tábla van, Petrocelli üzente nekünk, köszönjük szépen. A 6-os úton fotóznak a 104-es kilométernél, szintén az M6-oson az 52-es kilométernél, és Zalában hatalmas köd van, ezt Tomek küldte nekünk, köszönjük szépen. Kispál, úristen, de jó volt, Rita írta nekünk, köszönjük szépen. Jézusom, de rég hallottam már ezt a számot, ilyet játszátok? Ilyet játszatok? Kérdezi tőlünk Gabi. Nem, de most igen. Egyébként. Igen, régen hallottam ezt a dalt, szeretem, egy picit megkönnyeztem. Ezt Gabi küldte nekünk. Na, hát nekünk meg itt vannak vendégeink, akik már megérkeztek kipihenten, frissen, fiatalosan. Tóth Gabi és Gáspár Laci. Hello! Sziasztok! Azon rögtem, hogy mind a két kommentelő Gabi volt, úgyhogy lebuktam, mert gyorsan beírtam valami pozitívat így a vasárnap után még. Gyorsan írogattatok egy picit. Mi az SMS számunkra? Jó reggelt mindenkinek! Hello! Na, hát egészen frissen kipihentek vagytok. Így korán reggel. Hát hétfő nem hakni nap, ugye? Tehát kedd reggelre tudunk aludni. Nekünk tegnap volt vasárnap, vagy amióta megy a műsor, azóta a hétfőre csúszott át a vasárnap, úgyhogy egy kicsit most ilyen ki vagyok pihenve, nem tudom, Laci, hogy van vele. Lacikám, mi újság? Jó, de közel a mikrofon. Nekem ez a korán kell, és igazából most már nem annyira gond, mert megszoktam. Tehát, hát meg aki szép, az reggel is. Azért szoktam meg, mert két évvel ezelőtt a Mirike, mikor felköltözött hozzám, akkor én vittem iskolába minden reggel, meg én is mentem éte, tehát ilyen 5 óra, fél 6-os kerés maximum, az már így bejátszott. És aztán ezt így nem akartam abba hagyni, mert mondom, akkor reggel, minden reggel korán el tudok menni edzeni utána is, tehát az a baj, hogy aztán mégis abba hagytam. De most a Starban Star óta mindig megyek edzeni. Mit csinálsz? Hát megyek edzeni, kicsit futok, megyek edzeni, megyek edzeni, de mit csinál? Pilates. Nagyon merővel vagy 15 kilót. Nem, mi csak 11-et. 11-et csak? Igen, 6-7 alatt 11 kilót fogytam. Azért felszedtem helyettet. De a műsorra készültél, ilyen műsorra lefogysz egy kicsit? Nagyon rossz érzés volt nekem az, hogy mindig nagy hasra kell kiállnom,
és nem volt erőm kedve menni igazából, és akkor már mentem edzeni, és hát nem nagyon eszem, csak halad meg zöldséget, meg edzek majdnem minden nap, úgyhogy megvan már az eredményem. Ez 5 évvel ezelőtt is ez volt a sztori, hogy nem szereted magad, nem szeretsz kiállni. Nem 5 évvel ezelőtt, hanem 11 évvel ezelőtt. Vagy 11-en is. Igen, na, de tudtam, hogy visszatérő. Igen, és akkor ugye meg aztán elkezdtem fogyózni, és akkor is, akkor 23 kiló ment le, az volt az életem első fogyókúrája, és hát aztán ez valahogy így megint kezdett visszajönni, és most megint előre kaptam a Star Wars Star műsor. Hát miért félsz, hogy esetleg rátoztanak valami elmos világsztárt? És adában kellenek a Damiok. De már tud valami. Először az volt, amikor megkaptam a Michael Jacksont, akkor teljesen kikészültem, hogy úristen, most 100 kilóval hogy fogom megcsinálni, és akkor nagyon elkezdtem erre rágyúrni, aztán tényleg még mindig kell fogyni, szerintem egy 5-10 kilót, de most már legalább elindult. Hogy néz ki a hetetek ilyenkor? Tehát az ember vasárnap meghallja, hogy mit alakít ugye a jövő héten. Ezt előre gondolom nem tudjátok, tehát ez valóban ott nektek meglepetés. Nem ott tudjátok meg, őszintén a reakciók, úgy látom, hogy akkor kik lesztek a jövő héten, ugye? Igen, ott tudjuk meg. Gabi, közelebb egy kicsit nyugodtan. Igen, ott tudjuk meg egyébként, és nyilván kevés időnk van arra, hogy felkészüljünk most egy dalt úgy magadévá tenni, még önmagába is nehéz betanulni egy tehetségkutató versenybe, és amikor a Megasztárban voltunk. De amikor teljesen át kell formálnod magad egy karakterre, akkor aztán tényleg levenni minden mozdulatát, meg azt az érzést, hogy az ember úgy tényleg oda tudja tenni magát, az egy kicsit nehéz, főleg ahogy így fogyunk, így egyre több dalt kell megtanulni, mert a műsoridőt ugye ki kell töltenünk, úgyhogy... És akkor hétfőn elkezded a dalt megtanulni, hétfőn már átpróbálják a maszkot, vagy az annak is megvan az ütem, hogy az csütörtökön teszik föl először, pénteken teszik föl, hogy csináljátok? Én úgy szoktam csinálni például, hogy hétfőn meghallgatom nagyon, nagyon nagy figyelemmel a dalt, és általában akkor mindig ráparázok, megmondom őszintén, főleg a múlt héten tényleg úgy volt. A múlt héten én annyira kikészültem, mikor belehallgattam hétfőn a Men in Black dalba, hogy ismertem a dal, de hát hogy mondom, a csávó hol vesz levegőt, hol vannak a sorvégek, hol vannak a rímek, mi ez? Egyfolytában volt az egész szöveg, és nagyon sok, és nagyon ráparáztam erre. De azt hiszem, hogy most már ez nekem ez így jó, mert bejön, mert annyira ráparázok, hogy annyira felszívom magam, hogy aztán egész héten dupla gőzerővel tudok készülni. Tehát szerintem ez így jó. De ezt rólad a stábban azért lehet tudni, hogy te ez a pali vagy, aki megkapja, négy napig kikészül, egy napig kivorul, pénteken még egy kicsit hisztizik, hát azért nekünk is vannak információk. Szombatra vesztél teljesen a fonalat, az, hogy nem csinálja, feladja, vége van, nem bírom. Vasárnap a próbám már nagyon ki van, és oda megy az élőbe, és olyat csinál, mint kevesen. Tehát, hogy ennek így megvan a fejlődés. De ez nem direkt csinálom, hogyha megvannak az infó, akkor azt is lehet, hogy tudjátok, hogy a fő próbán pénteken én a táncot is elrontottam még, a szöveget azt teljesen leblokkoltam, tehát annyira rá tudok parázni erre, meg annyira nehéz. De te bármire ráparázol, nem csinálom. Nem mondom, még azt sem tudjuk, hogy kit fogsz érteni, nem csinálom. De lehet, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy így valahogy így felszívjam magam. Meg hát így altatod a többieket, nem Gabi, erre nem gondoltál, hogy van ebben egy kicsi altatás, elrontom, nem tudom, ráparázom, aztán vasárnapra valahogy mindig össze. Nagy zsiványom, úgy mindig mondja, nem lesz jó, nem tudom megcsinálni, és akkor olyat nyom, hogy mindenkinek leszáll a feje, de egyébként én értem a Lacit, mert én is valahol ilyen vagyok, csak én próbálok ilyen a háttérbe hisztizni a két menedzseremnek, Csórik, hát azért már ki vannak tőlem borulva, úgyhogy nekik szoktam mondani, de hogy én is így lefárasztom magam, tehát már annyira izgulok, hogy már mire odaérünk vasárnap, már tényleg semmi erőnk arra, hogy izguljunk, de azért nagy a tét, mert most tehát közismert emberek vagyunk már, megismertek minket, tudják a dalainkat, így kiállni sokkal nagyobb felelősség, azt gondolom, mint na, hát itt valaki más bőrébe kell bújni. De nyilván akkor is ott vagy... viszed vására, nem az övéd, akibe belebújsz. Na, nem, persze. Meg a másik, amit még szeretnék ezt hozzátenni, hogy amikor olyat kapsz, hogy szereted az előadót, bár nehéz a dal, meg nehéz megcsinálni, de szereted. Tehát én szerettem Michael Jacksont is, nagyon Whitney Houstont is. Az a baj, Jacko-t csak elrontani lehet, de tényleg, igen. Tehát ezt egyszer valaki elmondta, hogy Jacko-t csak elrontani igen. lehet. És ahhoz és nagyon nehéz igen, hozzájúni. Az egy nagyon-nagyon-nagyon erős paraérzést ad, hogy szereted az előadót, és nem akarod elrontani, nem akarod rajta, hogy röhögjenek, hogy na hát most én víz, tényleg gyerekkorom óta szeretem, nehogy már azt mondják, hogy na hát ezt most nagyon-nagyon-nagyon elrontottad. Ez az nekem rossz érzés lenne. Attól félsz, inkább röhögjenek rajta, csak ne rontsam el. Hogy mondjuk a rendes karrieredet például ez befolyásolja? Ez bennetek van? Nincs, nem? Hát szerintem, bocsi, hogy megint én beszélek, de szerintem azért van benne ez is, mert ugye egy, énekelünk. A másik az, hogy szerintem itt meglátszik az, hogy egy picit az, hogy ki mennyire bevállalós, meg hogy ki milyen arc. Hát, hogyha valamit nem akarsz nagyon bevállalni, akkor meglátszódik az, hogy na figyelj, nem akart, hogy most elsőre megkaptam a Meghan Trainort, én szívem szerint azt mondtam volna, hogy állj. Állj fel a Yes. Olyan angol kamukat nyom hátul, amúgy, hogy basszus, hihetetlen.
Állj fel, Adin! Ezt ugye olyan, mi volt az első közös dalán az angol kamu, amit állandóan toltunk? Nem tudom, de mindig van hero, valami. Hero. Igen, annál a dalnál hero. Volt valami, és olyat mire tolt. Mire a VSZ-ben voltak megfelelő angol szavak? Hát azért a hallgattam azért. Megtanultam. Na. Tényleg megtanultam, miért? Emlékszem igen? Say that if I kick it, young man, I see my nose, you get a kick in on you. Ezt mondtam észak, hogy amikor fordultam, egyik oldalamra, másik oldalamra. Hányszor hallgatjátok meg a dalt, mire odaértek, hogy vasárnap kiálltok a színpadra? Komoly melóban menne, ez igen. Látszik, ez vitathatatlan, de körülbelül ugye, hát egy kis párnál mondjuk lehet, az ember szeret egy gyermekkorában ismeri a szöveget, de mégis, ha mondjuk ismeretlenem a dal, hát baromi sokszor meg kell hallgatni, hogy reflexzerűvé váljon vasárnap. Igen, így, nem? Én mondjuk a Ragamuffinnál voltam így, az LL Junior dalnál, ahol tényleg azt. Nem fú, tudsz levegőt venni sehol, és jó, a Ragamuffin stílus, aki veletek itt kirázza, LL Junior veletek itt a házban, és fölkeltem, és reggel is, és forgolottam az ágyba, és mint egy stroboszkop a fejem villogott, basszus, és ez a szöveg ment körbe, DJ a kedvenc számom járt. És én ennek ugyanez volt. Ez is dolgot tudok mondani például. Na mondjál nagyobban! M6-os autópálya Paksnál. Igen. Megálltunk tankolni, benzinkutasász oda jön, azt mondja, segíthetek? Mondom, várj, és csináltam a dance-et, közben énekezem, hogy a sávon érkezik. Nyomtad neki a műsor? De mentél valahova, és közben annyira ez stresszbe, igen, mentem felépni, és annyira stresszbe voltam, hogy kiszálltam, és mielőtt tankoltam volna, addig én eljátszottam, és megnyugodtam. Megcsináltam a koreográfiát, megnyugodtam, bementem tankolni, kivizettem, és visszamentem, még addig nem ültem be a kocsiba, hogy megint el nem táncoltam. A pénteken elrontottam, és nem akartam még egyszer. Hogy nézzétek, a csávó megőrült, tám, ezért moonwalkozik, és egy totál úton bulinak kell felfogni, tehát hogy nem szabad rágörcsönni, mert azért van egy-két versenyző, aki átjön az a maszkon keresztül, és hogy teljesen rá van erre az egészre feszülve. Miközben nyilván vannak olyan dalok, mondjuk nekem a Kovács Kati, amin tényleg az volt, hogy mondom, tudom, hogy ezt most oda kell tenni, és meg kell csinálni, de mondjuk én játékos a feladatokat, tényleg akkor lesz az egész humoros, mert akkor jön ki ennek a műsornak a lényeg. Ez egész egy show, persze, ha ti is élvezetek. Igen, igen, abszolút. Hát én is azon előadásokat és azon előadókat szeretem a legjobban, akiknél elfelejtem, hogy ki az eredeti, és szerintem azok a jó előadások, amikor eltűnik mögötte az eredeti ember, hát Gabi, azért a lemondás elfelejteni. És azt látom, hogy ott van valaki, aki kicsit belehal abba, hogy az legyen, akivé válnia kell. Ha valaki kicsit oda megy, kicsit eltáncolja, lehaknézza, a kevésbé szeretem. Sokszor látok ilyen előadást is. Én azt szeretem, amikor meghaltok ott a színpadon, annyira a karakterré akartok válni. Hát nálad a kis Pál karakternél ez látszott, hogy egyszerűen beledög lesz annyit melózó rajta, hogy úgy tartsd a fejed, úgy énekeljél. Igen, abban tényleg ez volt a nehéz. Úgy gitározzál. Hogy mit hozol? Ki. Tehát annyira ilyen eszköztelen volt az egész, hogy azt sem tudtam, merre van az előre, hát próbáltam ezt a igen. Nagyon furcsa állapotot magamra venni, de a Lacival szerintem mi nagyon ilyen ösztönös emberek vagyunk, és tök jól tudjuk azt, felszívjuk magunkat, és akkor tényleg oda rakjuk. És de azért konkuráltok is, nem? Tehát Laci, te figyeled, hogy Gabi mit kap, olyat akarsz kapni, azt nézed, kicsit reklamálsz, hogy miért nem olyat kapsz, azért van, nem, van, nem folyik azért, igaz, csak ez, mondom. Ez nem? Nem igaz, nem. Nem igaz, én nagyon szeretem Gabit, meg én nagyon drukkolok neki egyébként. Tehát csak meg akarod nyerni te. Nem volt bennem eddig ilyen érzés, igazából egyszer mondtam, nagyon őszinte akarok lenni, akkor egyszer mondtam azt, hogy amikor a Kovács Katit elénekelte, mert én akkor egyébként állva tapsoltam neked, oda. És akkor azt mondtam, hogy nagyon-nagyon jó volt az a dal, mert nagyon meg lehetett mutatni benne azt, hogy milyen hangja van. És akkor azt mondtam, hogy az én is szeretnék egyszer egy olyan, amiben nagyon lehet egy nagyot énekelni. Hát csak ennyit mondtam. Hát akkor kaptad meg a Will Smith-t, amiben nincs baj. Igen, pont azután kaptad. Ez nem baj. Mi volt a Kovács Katival? Azt olvastam, az csak ilyen bulváros. Írjunk még valamit a műsorról, vagy valamire tényleg berágott. Mert pont erről beszéltünk valamelyik műsorról, hogy olyan kár, hogy az emberek egy csomószor megsértődnek, meg ebben az országban egy csomószor nem értik a humort, meg tényleg kint a Conan O'Brien, meg a Jimmy Fallon bármit megcsinál, itt meg mindenki mindig mindenre megharagszik. Az igaz volt, vagy ez egy ilyen bulváros feltétés volt, hogy nem jött el, nem segített, nem vette föl a telefont? Tudhatunk erről valamit? Nézd, én nem nagyon szeretnék ebbe már így belemenni, mert tényleg én nagyon tisztelem a művésznőt, és nagyon, nagyon örülök, hogy megkaphattam ezt a dalt, és elénekeltem, remélem, hogy megnézte. Hát is baromi jó volt. Én is úgy éreztem, hogy ez most így jól sikerült érzésben is. Szerintem ő most így elfoglalt, meg igaziból az de ő magánügye. Tényleg, nem tudok rám, tehát hogy nyilván én egy akkora legendát maga a kora miatt is tiszteletbe kell tartanom, biztos, hogy meg volt jó oka arra, hogy nem jött el. Nyilván én nagyon örültem volna, hogyha hogy végighallgat, de lehet, hogy szétstresszeltem volna magam a vasárnapot ülésnél. Tehát, hogy lehet, hogy ilyen szempontból meg... Nem lehet, hogy a Katinak az eset rosszul, hogy nem, a Laci kapta meg a szállat. Igen.
Nem, mi egyébként jóba vagyunk, tehát voltunk már együtt színpadon is, énekeltünk együtt, úgyhogy nem hiszem, hogy velem problémája lenne. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezt egy kicsit felfújták. Én is sajnálom, mert egyébként nagyon örültem volna, ha eljön, vagy Lovasi Andrásnak is nagyon örültem volna, de mondjuk ő nyilván indokoltak, hogy miért nem jön el. Tehát az ő, ez az alternatív underground vonal, ez nem fér bele. Kevésbé engedi meg, hogy ilyen beüljön egy mainstream műsorba. Úgyhogy Laci, az jobban ki volt, hogy nem jött el Will Smith. Igen, mert én is követtem őt egyébként a Facebookon, meg minden, meg írtam neki, hogy yeah man, great job, minden. Nem írt csak, yeah man, great job. Hát annak biztos nagyon örül, hogy yeah man, great job. Jó, nem csak hülyeségtél, követtem őt, meg minden, tehát... Mennyit van rajtatok a maszk, hogy mikor kerül föl rátuk? Mert azt hallani, hogy órákig készült. Tehát tényleg minden, az ember minden héten többször beül egy ilyen sminkszébe, és órákat mozdulatlanul ott ül, mire rákerül? Én nagyon szerencsés vagyok szerintem eddig, hogy még maszkolni nem kellett, mert tényleg az a 2-3 órás munka, az nagyon kemény lehet. Hát látszom, hogy a vízvisztél csak egy kicsi hajat tettek, bajusztatok meg. A fülem mögé tettek ilyen szilikon valamit, hogy elálljon egy kicsit a fülem, de még jobban állhatott volna szerintem, de amúgy így jó volt. Nem voltam annyira vicces, csak egy picit. Aztán mi volt még? Hát a saját szakámat övesztettem. Ja, a haj az onnan. Hát az zseni volt. Zseni volt a hajad. Nagyon afró volt a hajad. Eredetibe is milyen csodás volt az az óriás bongyos sér. De az tetszett, az tetszett. Meg a magasság. Amikor maszk kerül rád az órák, tehát tényleg be kell ülni, és 3 órát ott ülsz? Igen, 3 óra, mire felépítik ezt, ez egy szilikon maszk, és igaziból a legnehezebb úgy, hogy az éleit gyönyörűen elsimítani, hogy az egész össze tudjon az arcoddal mosodni, és akkor még utána kerül erre a smink, tehát egy speciális smink, és egy ilyen alkoholos gőzben ülsz, vagy 3 órát, tehát így jöttem ki a stúdióból, azt se tudtam, merre van az előre, nekem teljesen leszállt a csendesség, mondom, hát így kell színpadra menni, és akkor utána még a szemöldöködet megcsinálják, felöltöztetnek még a paróka, úgyhogy egy ilyen 4 órában benne van egy ilyen tortúra. Most gondolj bele, én végigültem, valami durva csoda történetet, hogy én ezt végig tudtam menni. Elképesztő meló egyébként. Most kik lesztek? Most kik kaptatok? Kik vagytok? Hát én nagyon teljesen az állót egyébként. Na. Tehát teljesen ugyanolyan leszek most. Cher. Zseni. Nyilván egyébként a fiúknak sokkal jobb, mert vagy könnyebb ilyen szempontból, mert hogyha ők nőnek öltöznek, azon sokkal jobban röhögnek az emberek. Most mi, amíg mi férfinak öltözünk, még azt is mondják, hogy fúj, de undi. De most az előbb mondtatok, hogy én mindig megjátszom az ráparázok. Hát most szerinted ráparázok rá? Hogy veszek én sert? Igen, te még nem tudod, hogy sert leszel, és már 2 hete attól rettek kérdőséget. Én is kíváncsi vagyok, meg valamit a kívülről nézném magamat, és én is fogok szórakozni ezen. De amúgy meg is kell csinálnom, és azt nem tudom, hogy hogy fogom. Ja, azt nagyon szeretem, mikor kicsit visszaszólsz a zsűrinek, meg osztod őket. Én azt bírom, amikor kicsit a havast, kicsit mindenkit helyre teszel. Ha nem értesz egyet egy véleménye, akkor te kicsit helyre teszed őket. Ezt folytasd nyugodtan. De tisztelettel. Tisztelettel. És szoktatod már, Laci, magad a nercevisnyához? Nadrág alatt most is ott van? Igen, magas sarkóba jöttél? Zörtelenítés, az majd megint fog kelleni. Jó, tényleg most ez a... Már most kezd, épp hogy kezd visszamenni most a lábamon, meg minden. De mi le kell, hogy a vizsninél, vagy hol le kell szedni a szőrt, tényleg? Az mindent, az egész lábamról, a kez, karomról, a derosz volt, az egész kezemről és minden annak. Atya is. Kizsert is mondta, hogy apa, ez így nem jó. apa most ne vigyél őket. Mondta, figyelj, apa, figyelj, legközelebb már ne szedjék le a szőrt rólad, és ne legyél ő. Na mondom, gyere vele, most a próbára, majd elmondod. Odaérünk, kérdezik, hogy mit szólsz, hogy apa nő lesz? Azt mondja, éljen! A fia. Én egyébként Cserháti leszek, a fiatalkori Cserháti Zsuzsát kaptam, úgyhogy azért elég nagy a felelősség most rajtam, mert nyilván tudjuk, hogy egy tényleg mekkora ikon és mekkora legenda volt, főleg úgy, hogy a tesómat meg mindenki Cserhátizza, most ez már kapra. Mert nem a szabad ott volna engedni a Gabi Cserhátit, azt csak te énekelesz, tehát most nyilván mi is olvassuk ezeket a kommenteket, én próbálom itt teljesen elszeparálni. Nem, Úgyhogy nem lesz könnyű, igyekszem majd valahogy ezt az életérzést átvenni, úgyhogy durva lesz. A zsűri pontozását mondjátok meg nekem, mert azt nem értem. Nem azt mondom, hogy minek vannak ott, nem erről szól a dolog. Csak mert jók egyébként, meg tök jó részei a műsornak. Csak ha adnak valakinek 32-t, valaki kapjuk 33-at, közben bejön 150 ezer szavazat valakire, vagy 50 ezer, tehát mit tesz hozzá az egy pont, vagy az a két pont, amivel ők többet vagy kevesebbet adnak? Nekem ezt nem sikerült 3 év alatt megfejtenem, hogy... Úristen, mi csak énekesek vagyunk. Nem értem, hogy ők mit pontoznak, mert utána jön 50 ezer szavazat valakire. Állítólag összegzés van, és akkor az hozzá csapódik. Nagyon fontos az, amikor
Ha most valakinek, mindenkinek 10 pontot adnak általában 9-et mondjuk egy adásban, és mondjuk az egyik kap 8-at, mint amikor én kaptam a Simple Egy Havas úrtól 8-at. Azt megjegyeztem, mi Laci? Hát persze, majdnem kiestem. Havas úrtól? Hát a tanár úrtól, persze, és azt mondta a Simple Egyre, hogy az legbutább dal. Tehát a Simple Egy pont arról híres, hogy buta dalokat csináltam. Hármas hangzatokat. Jó, hát ezt a Henrikre bocsássuk meg. A Henrik az első két műsorban se tudta, hol van nagyjából. Tehát, hogy a harmadik műsorra talált magára nagyjából. Én most már őt szeretem szinte a legjobban, mert annyira más, mint a másik három, hogy én nagyon várom, még amikor a kis táborba, amikor megvettem az első Skodámat, tőlük előre, de én imádom őt ebben, mert nagyon életidegen, meg nagyon egyedi, más, mint a másik várja három. Azt a dalt, amit végre ő is ismert. Egyedi. Amikor a Kareagott elérekelte 67-es táncava, jó a Henrik. Ugye nekem most is mondta, hogy most is ki különlegeset mondott, azt mondta, hogy Will Smith, mint el, ő nem szereti. Hát én nem tudom, hogy szerintem hol van még egy ember a földön, aki nem szereti Will Smith. De Lovasit hát a világ egyik legjobb színésze, de ő nem szereti Will Smith. Szerette Lovasit se, pedig azt gondoltam, hogy azért ilyen, tehát az értelmiségiek ezeket a tarisznyásokat igen. Mit kaptok vasárnap? Reméljük, hogy még alszanak ilyenkor ők azért. Nem, nagyon jó, tényleg színpisznek, a műsorban a legjobbak. Tehát nem, nagyon élvezzük, meg az egész egy buli, egy nagy buli, tehát én mindig azt mondom, a kommentelők is néha így el tudnak menni ilyen vérengzőbe, ilyen vérfarkassá változnak, hogy azért ez egy házi buli, amiért azért küzdünk, hogy mindenki jól érezze magát, szórakoztassunk, tehát semmi véremenő harc nincs ebben a történetben. Élvezzék, röhögjenek, Gáspár Laci most megint lehet. Döntőbe is ezt szokott mondani? A döntőbe is? Vajon jussak el odáig, ugye eljutok. Figyelj, nem, persze buli, de nyilván azért az ember előadó, nyilván azért van presztízse, tehát nyilván mindenkire baromi meg akarja nyerni, van, aki meg is érdemelné, van, aki kevésbé, én látok egy-két olyat, aki szerintem nem fogja megnyerni, de ti abszolút azok között. Kire gondolsz, Balázs? Nem tudom, nekem a Rácz Gergő helyes, aranyos, elnyomta a pénzt, én azt se éreztem erősnek, én látom mindig mögötte az előadót, mondom, én azt szeretem, amikor teljesen eltűnik. Az Adél nagyon jó, még a Wolf Kati nagyon jó, még ti ketten, a többiek szerint, azt szerintem azok esnek ki, akik valójában de kevésbé voltak jó. Mert ezt egyébként mindenki másképp gondolja, mert például Balázsnak nem tetszett a pénzt, nekem nagyon-nagyon bejött. Nagyon nehéz feladat lehetett egyébként végén, de amúgy nekünk az is nagyon nagy meló, hogy egy más hangszint kell hozni, és sokkal nehezebb énekelni. Tehát ez olyan, mint a nektek egy most magas sarkba kéne három napig mászkálni. Én imádnám. Nagyjából úgy megviseli a torkodat, fizikálisan tud fájni egy ilyen átalakulás. Nem mindegy, hogy kit kapsz nyilván. Tehát nyilván nem. A Samek megkapta a Lárt a KFC-ből, hát a Lár... Most Tina Turner lesz, tehát gondolatod. Na most én is kíváncsi leszek, hogy mit fog csinálni Tina Turner, mert azt én úgy akartam, amikor a műsor... Te szeretted volna? Igen, egyből mondtam, hogy gyerekek, én azt akarom, Tina Turnert akarok. Jó, na, még egy kis Will Smith, jó? Még egy kicsi Will Smith, csak így, ami ugye eszedbe jut, a dalból. Na, csak egy picit nyomj, nagyon jó. Good guys, dressed in black, remember back. The good guys, dressed in black, remember that. Just to kiss me every face to face to make contact. I said, help on me, and my B is what you think you saw, you did not see. So don't bing bing, what was that? Now it's gone black, strip the black, Ray-Bans on, walking shadow, moving silence, star against extraterrestrial violence. Aha, kiss. Figyelj, azért egy hét alatt ezt így megtanulni, azért meló. És a legnehezebb, hogy ne hadarjak bele, ha behadarsz a rapbe, akkor az már nem rap. Igen, igen, és ezt most tapasztaltuk meg én is, hogy ahogyra életemben nem repeltem, hogy egyszer kiesel onnan, és teljesen kész voltam rád a magyarul, és az olyan szöveget, hogy a klubban mindjárt évfél, mindegyik csaj dögösít, nem kicsik viszkit iszok, köcsém, én nem ivó létet, ilyen... Abba mi meló volt, abba mi meló volt, láttam. Hát ott 3 perc alatt többször meghaltál, és újra élettél, és újra élettél. Ez egy junior se egy egyszerű eset, igen, brutálisan tolja. Nagyon nagy tehetség, és egyébként tényleg ilyenkor mutatkozik, hogy akikre ilyen egyszerű előadókra azt hiszik, hogy olyan egyszerű dolgot csinálnak, az egyszerűségben vannak a legdurvább, legnehezebb dolgok. Ne, ugye, Lacikám? Biztos így. Az egyszerűsége. És olyan egyszerűbb lesz mégis. Na jó. De azért most már lesznek egyébként majd duettek is a hétvégén, tehát most már két produkcióval állunk színpadra, úgyhogy a második is nagyon izgalmas lesz, és vicces Laci szempontjából is. Két produkció, de akkor hogy? A maszk nem készül annyi időt, hogy az egyik az maszk nélkül ilyenkor, vagy az hogy van? Most attól függ, nyilván nem tudom, hogy a Laci kap-e maszkot, de ugye most már kevesebben vagyunk, ezért lesz olyan, hogy mondjuk 4-en énekelünk valamit élőben, tehát nem csak egy közös produkció lesz az elején, hanem már a műsorban is lesz. Mondjuk, nem tudom, hogy el lehet mondani. Forgó úr? Nem. Oké, okay, akkor nem mondjuk semmit. Nem mondjatok semmit, majd én kikérdezem a Lacit, és 8:30 után bemondom adásban. Nem csinálom, szóval lesznek olyan produkciók és is figyelj, most. Ugye, Laci, mert... most, hogy ennyi női szerepet játszottál már ugye nehéz napokon, hogy megy? Kicsit hisztisebb vagy? Még ennél is. Jól van. Adunk neki tanácsot. Hát nagyon drukkolunk nektek, szeretjük, imádjuk a műsor, benneteket is. Köszönjük szépen, és köszönjük az eddigi szavazatokat is egyébként. Ugye, nem küldtünk, mi nem küldtünk. A kedves közönségtől, aki hallgatja meg, aki nézni fogja, ugye nézni fogják. Előre köszönjük.
nézi, ha még nézik, nézik. Igen. Ezen köszönjük a meghívást, komolyan. A múlt héten már csak a második legnézettebb műsor lettetek, de nézik ennek ellenére. Isten! Van egy műsor, ami és az a sátáni kacaj! Imádunk benneteket. Köszönjük, hogy köszönjük itt voltatok. Lackám, egy mondatot a dalodról, mert hogy 8:30 után megmutatjuk, új dalod van, és ha már bejöttél, akkor ezt gyorsan le is adjuk. Tegnap megtudtam, hogy bejövök, várjál, és nagyon egyből nagyon rafós voltam. Volt egy demo, csak félig volt kész, és gyorsan tegnap befejeztem. De jó dal lesz, bementél a stúdióba tegnap össze. Jó lett, jó lett. Egész nap a stúdióban voltam ez miatt tegnap, és megcsinált, sikerült, és még rappet is csináltuk, rappet is írtunk bele azért, hogy ha ez a Will Smith most már így bejött, a rap bejött, akkor most már legyen meg az első rappet. Ez hogy volt? Tegnap felhívtunk, hogy gyertek már be, mondta, hogy baj van, akkor be kell mennem a stúdióba, össze kell raknom a dalt. Nem tudom megcsinálni. Nekem lefagyott a zenei szerkesztőt meg az e-mail-e, basszus, mert konkrétan megrohomoztuk, hogy nyomkodtuk, átküldtük a dalt, igen, le lesz játszva reggel. Hát, ha mi? Holnapra állj fel a dim. Nem tudom megcsinálni. Hát akkor meghallgatjuk. Meg kell, imádnak, össze kell rakni a rebetétet. Holnap megyek a balékhoz, valamit csináljunk már. Úgyhogy Lacinak nagyon jó lett az új dala, de az enyém is jó lett, aminek az a cím, hogy Szabad akarat. Ha! És kim van? És elmondtad. Így van. Meghallgatjuk majd egyszer azt is. Jól csináltam, mondjátok azt, hogy jól csináltam. Jó volt. Puszi nektek, Torga Vili. Köszönjük a meghívást. Sziasztok. Köszönjük szépen. 8:30 múlt, pontosan 4 perccel Gáspár Laci új dalával jövünk, Ákos ide jutam. Egyet 9 lesz pontosan. Egy perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Jó, az a VSP szám, nem is tudtam, hogy tud magyarul. Kazi küldte nekünk, köszönjük szépen. Laci olyan tájszólással beszél angolul, mint én kirgizül. Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. Igen, hát szórakoztató fazol, Gabi is nagyon cuki, ők ott a jobbak. Jobbak közé tartoznak abszolút, tehát van 2-3 ember, akinek ez a műsor nagyon jól áll. Aztán vannak persze nyilván olyanok is, akiknek talán egy picit kevésbé, vagy nem annyira jók, de hát nem lehet mindenki. Nem lehet mindenki. Egyforma, Laci, nagyon szórakoztató. Hát már most várom. Sert mondod? Sert, igen. Sert és Cser, hát. Nagyon kemény lesz, igen. Nem tudom megcsinálni. Állj fel, Adin, nem fog menni. Hát ő már a celebben is ezt csinálta. De zseniális volt. Tehát kiderült, hogy ő megy ugye bátorságpróbára, és abban a pillanatban bedobta tőlök között. Hogy mi a bátorságpróba, kijött, elmondta, nem csinálom, nem érdekel a csillag. Negyed órát könyörögtünk neki, negyed órát gyúrtuk, negyed órát próbáltunk a lelkére hatni, aztán megzsaroltuk, hogy a többiek éhesek lesznek, éjjel halnak, vége a világnak, a csillag nélkül mész vissza, és akkor valahogy felkönyörögte magát a rönkre, vagy a nem tudom, szakadék szélére, vagy a vízeszély szélére, aztán egészen jól megcsinálta mindig. Igen. De volt, amikor egy csillaggal beérte. Azt mondta, hogy egy megvan, elég egy. Annyi, hogy azt hiszem, hogy a vizes feladatoktól félben, hogy nem tud úszni. És retteget, hogy beesik a vízbe, és megfullad. Mondjuk, négyen vannak körülötted, meg 6 búvár, meg 8 mentő, mert nem tudok úszni, megfulladok. Nem megfulladok. Szóval... Jól hozzátok mind a ketten egyet. De figyelj már, imádkoztunk ért, hogy ő jöjjön. Tehát annyira szórakoztatott, tehát sírva röhögsz rajta, tényleg. Tehát annyira vicces volt az ember. Komolyan mondom nekem, ő a legkellemesebb csalódás. Vagy akkor ő volt a legkellemesebb csalódás abból a társaságból. Jó karakter. Igen. Na nézzük gyorsan, mi helyzet az utakon, mit érnek a hallgatóink. A 37-es úton Belegrád előtt Szerencs irányában a fekete Skodából mérnek, vigyázom mindenki. Aztán a nagybani piac után elvileg 2 sávra szűkül az út az M5-ös bevezetőn befelé, de ez max a motorosoknak szól, ott 2 kocsi biztos, hogy nem fér el egymás mellett. 61-es főúton Nagyberkiben szintén mérnek, valamint a 37-es úton a Gesztei part előtt Miskolc irányában van egy koccanás, Tivike küldte nekünk. 8-ason Ajkarendeknél 2 zsák az úton, valószínű teherautóról esett le, valamint felső toldon rendőrautóból mérik a sebességet, 30-as tábla van, ezt Petrocelli küldte nekünk.
Az M3-ason a 263-as kilométernél Vásárosnamény felé fehér új rendőrségi Mercedesből trafiznak, útépítő üzeni, valamint Pécsen szikrázik a nap, és baromi jó idő van, ezt Ata küldte nekünk, köszönjük szépen. Feri, beszéljünk meg róla. Meg volt ma már, mindenki kérdezi, meg volt ma már az 50 gram szalonna. Vagy az 50 füstölt vers. Azzal kezdtem reggel. Én akartam róla beszélni egyébként, mert nyilván arra célzol, hogy a hírekben ez a pánikkelt, és most elkezdődött, valami WHO nevezetű szervezete. Valami kis jelentéktelen kis licsális szervezet. Azt mondja, érted, hogy a rendes kolbászevő embernek lesz majd rákja, gyomorrákja. De már az MKT válaszolt is a Magyar Kolbász Tanács. Hát... fel kellett vegyük a kesztyűt, ez nem állapot, érted, de egyébként most tényleg nem. Tehát, hogy ez valószínűleg ugyanaz a kör, mint amit a vajjal futottunk annak idején, aztán margarin lett belőle, és aztán most kiderült, hogy a vaj mégiscsak jó, és nincs azzal semmi baj. Figyelj, a küzdelemben ott vagyunk, mindannyian egy-egy szál csabai vastaggal a kezünkbe, és ütjük a WHO-t, amíg lehet. Ez egy nettó hülyeség. Tehát, hogy az a pont a semmi kategória, akkor inkább ne egyél. Tehát ezért kár bekolbászozni a kezed 50 grammért, azért mi előse vesszük a kolbászunkat, vagy a szalonnánkat, az van, hogy a füstölt hús termékekkel, most kitalálták, hogy attól halunk meg mindannyian, de úgy meg fogunk halni. Azt mondták, hogy attól halunk meg nyilván, csak hogy kevesebbet kéne enni. Hát igen, mert hogy a vastagbéráknak a kockázatát növeli, hogyha mondjuk a napi 50 grammál többet fogyasztasz. Ez mennyi egy hónapban? Ez 500 gramm, ugye egy 10 nap alatt, az 1500 gramm, tehát ez másfél kiló. Azt mondják, hogy egyél meg egy hónapban másfél kilónál lehetőleg kevesebbet. Uh-huh. Annyira nem tűnik irálisnak már. A másfél kilót az 50 gram, persze most leülsz meg eszek két kolbászos kinyeret, többet eszel, mint 50 gram. De nem is egy hónapban mondjuk a kolbászt az ember. Hát azt mondja, hogy minden nap, tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, 1000 másfél kiló kolbásznál egyél meg kevesebbet. Mondjuk erre a hétre betáraztatok tegnap reggel, azért azt csak mondom el. Hogy... Hát csak az a kis füstölt, hogy hívják, sertés szűz, amit te be... Hát azért mondom, hogy nem a napi adagot kell nézni, tehát ez 50 gram azért hülyeség, hogy így engő 50 gram, tehát hogy egy havi átlagban mondjuk az, hogy ne egyél meg másfél kilót, abban lehet valami, tehát az még nem tűnik így ebben a formában kevésnek. De hát nyilván itt a mértékletességről szól a dolog, nem? A vegetáriánus lobby az állhat a háttérben. Ja, a egyébként szerintem a zabotokkal. A kiegyensúlyozott étkezés az a fontos szerintem. Na, mutatjuk a hármas ugrást, a beugrót, jó? Hogy kinek mit kell kitalálni. Ez most akkor mi van, Zsül? Mit csinálunk? Ez egy régi, ami volt. Uh-huh. Mert hogy nem kaptunk újat. Uh-huh. Szóval egy régit mutatunk. Mennyire régi? Mert szerintem ez tegnap vagy tegnap, ez vagy a múlt hét pénteken volt. 763. Jó, drága hallgatók, annyi helyzet, hogy van egy kis technikai zűrünk, de megoldjuk, egy régebbi feladványt hallottuk újra. Tehát ha ismerős lesz, vagy esetleg kételkedtek magatokban, hogy ja Isten, mintha ezt már hallottam volna, nem lehet, hogy ugyanaz. Lehet, hogy ugyanaz. Jó? Tehát nem bennetek van a hiba, valami olyat mutatunk, ami már volt. Figyeljetek! Ez a beugró a hármas ugráshoz. Ráadásul ezek még talán a hosszabbak. Tehát amikor ugye még kevésbé voltunk szigorúak, majdnem az összeset leadtuk ugye egymás után. Kis túlzással. Mutatjuk még egyszer. Na. Hát írjátok meg, hogy mit hallottunk. Jó? Az előadó is jó nekünk, a dalcím is jó. Igazából a lényeg, hogy küldjétek el nekünk, hogy mit hallottunk. Azt mondja, nitrites pátsóra például a nátrium nitritre gondoltak, köztudott a rákkeltő sajnos, Geri írja még az előző témánkhoz, hozzászólva, hogy lehet, hogy akár erre is gondolhattak. Az a rohadt pácsó. A pácsó. Az. Ugye a pácsóval mindig baj van. Ne tegyetek bele a kolbászba, és akkor nincs baj. Igen, nem szabad beletenni. A WHO miért nem beszél az aszpartámról? Az egyéb ételek adalékanyagairól, így kérdezi valaki. Hát ez is egy jó felvetés. Igen. Jól van. Na, most jött még, ez ebben a pillanatban érkezett az M3-as Budapestről az 53-as kilométernél a benzinkútnál mérnek, úgyhogy vigyázzon mindenki, és szerencs irányában fekete Skodából már többen jeleztétek, hogy belefutottatok a 37-es főúton a trafiba, úgyhogy ott is vigyázzatok, mert mérnek. A vazét írják nagyon sokan, hogy mi vazézunk, de hogy tényleg ejtsük már ki jól, és hogy az véznek mondják a világszerte, gyerekek, nálunk ez
Tehetsz te akármit a világ szertével, vész lesz. Így az, van. Vagy vaze. Nálunk a pácsó és pácsó, úgyhogy... Úgyhogy a vész sem tudjuk máshogy mondani. Na, a hírekkel folytatjuk, aztán Juli jön, mert hogy kedv van, úgyhogy Juli érkezik hozzánk, ami drága Julink, mert hogy egy érdekes kísérletbe kezdett az ő férjével, és egy héten keresztül dokumentált valamit, és ennek az eredményét szeretné most ő elmondani. Én nagyon bírom, hogy ő így, nem azt mondom, hogy beáldoz a magánéletét, de hogy tulajdonképpen már kicsit előttünk él a magánéletét, és minden, ami vele történik, elmondja, és megbeszéli velünk férfiakkal, hogy mi az ő problémája. Igen, Juliék közt. Ez a mi barátok közt. Juliék közt, igen. Úgyhogy Julival folytatjuk Ákos hírei után, 6 perc van pontosan, 9 óra. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Folytatjuk. Azt mondja, hogy Székesfehérvár, Horváth István út, a Széchenyi úti lámpánál piros lámpa figyelés. Ez nem tudom, mit jelent. Fogalmam nincs, ez mit jelent, hogy valaki figyeli a piros lámpát. De köszönjük szépen. A 4-esen Pest felől Abonyig jól járható, baleset és hatóságmentes. Azt mondja, hogy Laci küldte nekünk. A Shadowmatic alkalmazás, törzs le, Bali, ha nem ismered, te értékelni fogod. Na, majd megnézem, mi ez, nem ismerem. Shadowmatic alkalmazást töltsük le, értékelni. Értékelni fogjuk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Károly falvánál mérik a sátorójaui helybe érkezőket, kisgyerek és Natika küldte nekünk, valamint Bakony Péternél egy kis kotró akadályozza a forgalmat, nyugodjon meg mindenki, nekem sincs kedve benne ülni. Ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. M3-as Pest felé kerekharaszti pihenőnél gyalogrendőr bujkál a segélykérő telefon mögött a trafival, úgyhogy vigyázzatok, valamint Lébényben a Liget utca 29-es számtól teljes út zár van. Ezek most a legfrissebbek. Reggel beszéltünk egy Király Viktor sikeréről, ugye az amerikai Voice-ban bejutott a legjobb 20 közé, és rengeteg hallgatói kommentet meg SMS kaptunk, szemezgettem egy picit a hozzászólások közül, a legjobban ez tetszett, Balázsa írja nekünk. Ha esetleg nem nyerni meg, remélem azért Gwent sikerül majd megpatkolni. Ennyi. Hát, ezek az igazán fontos hát dolgok. Ez az igazán menő. Na jó, folytatjuk, kedvem, Julival folytatjuk, úgyhogy már itt is érkezik hozzánk a mi Julink. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello, jó reggel. Jó reggelt! Szerintetek is úgy nézek ki, mint aki az Öreg Tyúkok Egyesületének. Igen, igen. Ki volt ennyire kedves hozzád ma reggel? Miró. Tényleg? Hát azt mondta, hogy nézd rá erre a ruhára. Ez az egy arany felső. Júli, egy ilyen arany felsőben, ilyen arany porral behintve, csillog-villog, és ilyen kis... A mancika séromra, és azt mondta, hogy teljesen úgy nézek ki, mintha valami nyugdíjas klubba készülnék. Úgy nézek ki? Ajaj, itt még törlesztést érzek a háttérben, tehát itt még valamiért ezt kapod. Nyilván nem a mai napért, hanem valami szívfájdalma még van, és valószínűleg hogy ezt próbálja most egy kicsit most ledolgozni. Nem, most nagyon jó kislány voltam. Most igen? Van, szerintem. De akkor a vesztelen joga még benne van szerintem a férjedben. Azt sose fogom tudni kitalálni. Ugye? Na látod, ennyi. Azt sose fogom tudni jóvá tenni, de arról nem beszélünk. Eltemettétek kettőtök között? Az egy olyan trauma, hogy azt el kellett temetni? El. Tehát az nincs többé vesztelen joga? Soha. Nem itt mész többen? Ne. Jaj, de sajnálom, de szerettem pedig azt a történetet. Hmm. Atya Isten. Hát miről, mit tudnék egyébként még mondani róla egyébként? Egyébként igen, megnézted, kipróbáltad, ott voltál. Hogy mi folyik a haladó csoportba, Júlia. Igen. Na mi újság, jól vagy egyébként? Minden oké? Egyébként minden oké, őszi szünet van, otthon vannak a srácok. Mit csináltok ilyenkor a gyerekekért? Én olvasom ezt az őszi szünetet. Hát, az Anna is szívvele. Nekünk van egy Májkunk, egy déd nagymamánk, aki most hétfőn kedden vigyázta. Májkó. Ja, Májkó. Ja, van egy Májkunk, a nagyi. Egy szuper Májkó, úgyhogy tegnap este 6 óra fele arra értem haza, hogy sólisztgyurmát gyúrtak a gyerekek, festették őket, poliptak, meg tintahalnak, meg mindennek, úgyhogy nagyon jól vannak ilyenkor vele. Holnaptól jön édesanyám, vele is nagyon jól el vannak, úgyhogy egyébként tök jó helyen vannak. De hova teszi őket az ember, mondjuk Szabit nem tudsz kivenni, pótszülő, nagyszülő nincsen, akkor mit csinálnak a gyerekekkel? Nem tudom, de azt nem tudom, hogy egy nagy kiszúrás.
Hát ide veszed a, igen, meg az egész szabadságodat úgy időzíted, hogy ilyenkor otthon tudj lenni. Hogy otthon tudjál lenni. Hát nem mindenkinek van, meg nem mindenkinek marad, meg hát nyáron elmész egy kicsit nyaralni, azért nem egy könnyű élethelyzet. És tegnap én nem láttam gyereket Tatán például. Tehát, hogy a Tatai vár környékén sétáltunk, az öreg tónál, meg a várnál nem volt gyerek. Hova tűnnek? Én azt hittem, hogy hemzsegni fog. Hemzsegni fog, bringások, gyerekek, őszi szünet, sehol senki, négyen ott elkerékpároztak mellettünk, de nem voltak közben. Hát hétvégén voltunk kirándulni, és ott konkrétan sorba álltunk, Pilisszentkereszten voltunk kirándulni, és úgy tudtunk csak átmenni ezeken a kis hidakon, hogy kivártuk a sorunkat, iszonyatosan sokan voltak. Merre kirándultatok, hogy hova, Szentkeresztről Földobogókőre, vagy hogy? Igen, aztán félúton visszafordultunk, mert kezdett besötétedni, és attól féltünk, hogy az erdőben visszafelé csalintázni a srácokkal. Na, a parások visszafordultak. Nem, sok gyerek volt, sok felnőtt, tök jó volt a hangulat, de attól féltünk, hogyha most még felmegyünk Dobogókőre, és még onnan visszafelé, és keresztül az erdőn, akkor ott nagy tanyázások lesznek. Tehát ott azért benne volt a pakliban. Igen, a Szentkereszt végén, ha megállsz ott a hídnál, egy ilyen nagy kanyar visszafelé, akkor ott a hídon bemész az erdőbe, és ott szépen egyenesen föl tudsz menni Dobogókőig. Ez egy jó rész. Na, Szentkereszt hát másik oldalán a hídnak. Mi a turista jelzést követtük, uh-huh. és egyszer csak elkezdtünk átmenni a falun, és a falun fölfelé kaptatni, tehát ott biztos egy idő után bementünk volna az erdőbe, de hát azt aztán már annyira nem élvezték, úgyhogy mentünk, aztán úgy döntöttünk, hogy na jó, akkor vissza, és akkor visszasétáltunk. Szerencsére pont időben jött a 3828-as számú italból. Igen, mellett egy jó trafika, bevásároltatok. Nem, vasárnap minden zárva volt. Ja, tényleg. Ja, családi vállalkozásokban nem kell. Mit hoztál? Már beszéltem nektek arról, hogy nyilván a Miroszlámnak van egy csomó olyan tulajdonsága, képesség, ami átlag fölötti. Rendkívül nagy a munkabírása. Tényleg? Igen. Az jó. 18 órát, 19 órát, 20 órát simán áll és dolgozik a 40 fokban vagy a 60 fokban a grill mellett, úgyhogy egyébként elképesztő a pasi. És például nagyon jó főz, ami viszonylag ritka, és szeret is főzni, de hogy egész egyszerűen a férfiakra tipikusan jellemző megosztott figyelemmel komoly problémái vannak. Egész egyszerűen apróságokat nem vesz észre, és azon gondolkodtam, hogy ezeket az apróságokat azért nem vesz észre, mert én észreveszem helyette, vagy mert hogy nem tűnik föl neki, nem képes rá, nincsen meg bennetek ez a gén, vagy nem tudom, nem tűnik fel bizonyos dolog, úgyhogy egy héten keresztül tudományos kísérletbe fogtam, felvettem a fehér köpenyemet, a gumikesztyümet, és csalikat helyeztem ki a lakásba. Szegény író, tényleg, de ilyen kísérleti állatod, csak azért van, hogy kedden el lehessen mesélni a rádióban. Tudom. Ne, kérlek szépen, ne mondd ezt, nem, csak egy hallgat minket egyébként? Hogyne. Tényleg? Akkor hallgat. Mondd még egyszer. Kedvelem a mirót, én találkoztam már vele, bírom. Szóval, és ezen a ponton kellett rájönnem, hogy a Jani nő. Tehát, mert hogy ezt egész egyszerűen nem tudom elképzelni róla, hogy vele ilyesmi megesik, de négyféle csalit raktam ki a lakásba. Egy koszos bögrét, WC-papírgurtnit, fokrémet leszedett kupakkal, és a szennyest hagytam, hogy ott maradjon. És mi ezekkel a baj? Minden ott maradt. Az a dolga. Na várjál, mutatom. Mert lefotóztad? Minden nap követtem, hogy változnak a dolgok. Hát óriási vagy. Gyerekek, ez nagyon jó. Itt van a fok, hát ezek itt az első nap, második nap, hát túl sok változás nem látszik. Egyébként kitettem egy üres fokrémes tubust is, és vártam, hogy mikor tűnik el. De várjál, mivel mosod fogat akkor, ha ehhez hozzá se nyúlt? Itt van bent a gyerekek fokréme, aha. és itt van a mi saját fokrémünk. És kupak mindig leesett róla? Kupak mindig rajta maradt, és a gyerekek kiürült fokrémes tubusa nem tűnt el. Aha. Akkor hát a szennyes. Hát na jó, de várja az a fokrémes tubus, hogy gyerekeké. Értem, miért te volnál a férjed? Ja, bocsánat, igazad van. A szennyes is, az is nálunk úgy gyűlik, hogy oda lerakja mellé, és arra voltam kíváncsi, hogy ha nem szedem össze, tehát hogy ott gyűlik, akkor egy idő után feltűnik. Mert legitimizáltad a helyét a szennyesnek azzal, hogy nem, tehát ha a következő napi gatyát rámered tenni erre a kupacra, hiszen te nem szedted össze. Nem, ugye? Nem. Azt tudjuk mondani, hogy már ott a szennyes helye. Nem, bocsánat, minden szennyest összeszedtem, tehát a gyerekekét, a saját, amit beledobáltam, csak az övét hagytam kint, nem tűnt föl. WC-papír. WC-papír gyűlt, hát az első alkalommal ugye még csak az első gurtit hagytam meg, aztán utána úgy fogyott szépen lassan, és a negyediket már le se fotóztam, mert hogy az a hetedik, öt napon keresztül csináltam, bocsánat, az előbb tévedtem, a négy darab papír gurtni az aztán végül eltűnt, amikor hazaértem, tehát hogy négyig jutottunk, négy üres tekercs WC-papírra. Tehát az volt a koncepció, hogy nem cseréled, nem rakod el, nem, ott hagyod, és megrézed, hogy neki mikor feltűnik fel. Igen, mikor tűnik fel, és volt még egy koszos bögre, amit kint hagytam a pulton, és az első nap eltűnt, mert bepakoltam a mosogatógépet, úgyhogy
Hát az négyből kettő, ne haragudj. Tehát négyből kettőt megcsinált a gurtnit, meg a koszos bögrét. Meg Gurigát. Na de hogy ne csak a Miroszlávot ostorozzuk, megkértem a Vikit is, hogy legyen már olyan kedves. Na most az van, hogy nem hagytak kint az összes cuccodat, csak egy pár csaliszoknit, amit úgy ott hagytál. És azt mondta, hogy nem, persze nem tűnt el, csak vándorolt jobbról balra, balról jobbra. De mi a fotó? Mert nem lány, nem ismerem föl. Nem. Mit fotózott le? Az itt a szennyesed, vagy a szennyes kosaratok, és ott van mellette a zokni. Igen. Nem hagyta kint az összeset, amit kint hagytál, csak egy csaliszoknit. Igen. Hát nem tűnt el. Mondanom se kell. Ment balra, jobbra, előre, hátra a Viki szerint, de nem tűnt el. Neszkamu. A túró. Én hagytam volna. Fasztál vele, jobbra, balra, kicsit hátra be. Persze, dekáztam vele a gyerekkel. Bocsánat, a következő kép. Nem vettem volna észre? Na, a fokrém, azt aláírom. Fokrém kutubus, az is vándorolt jobbra, balra nálatok. A WC papír gurtni azt mondta, hogy az olyan utat járt be, hogy elképesztő, kint hagyott egy gurtnit, de az is járt jobbra-balra. Azt mondja, hogy nála tipikus például az, hogyha leviszed este, fent megmosod a fogadat. Igen. És reggel indulás közben lent mosod a fogadat lépcső lefelé. Igen. És lent hagyod ott valahol. Én lent hagyom, mert nem akarom, hogy a gyerek fölébredjen, és én föntről leviszem az alsószintre. Világos, de azt nem tudom, hogy észrevetted, de hogy a fogkeféd mindig felkerül aztán napközben valahogy az emeletre. Tök természetes volt, hogy este újra ott találom. Vagy napközben, amikor hazamegyek és használnám. De, hogy én... de én azért, mert várj, erre van egy ideológia. Tehát én lent megmosom, én azért hagyom ott, ugye, mert ott én onnan már elindulok. Világos, de miért nem viszed vissza? Hát de miért nem vigyem vissza? Hát alszik a gyerek, fölébred a gyerek. Nem reggel, délután. Azért, mert mire én hazérek dél egy körül, addigra már visszakerül a helyére. Tehát, hogy és ami ha nem lenne ott, akkor lemennék érte újra. De hát én jót akarok ezzel. Ami nálatok szintén még egy ilyen neuralgikus pont, ez a cipők állítólag. Igen. Ami valahogy szerintem sosem... az előszoba arra van, hogy ott tárolja az ember a cipőjét. Ezt már a múltkor elmondtam, a Viki pedig kényszeresen mindig mindent elpakol mert szerintem az előszoba rajta. Egy múzeum. Én meg azt mondom, hogy az előszoba. Tehát a kettő között nagy különbség van. Mi férfiak rendeltetésszerűen használjuk az előszobát, ott hagyjuk a kabátunkat, ne hagyj is esetleg kettőt. Én megörülök, a Viki elrakja a kabátjaimat mindig be a szekrénybe. Mert kuplerály lesz. Titeket ez nem zavar. Miért lenne kint lógó kabáttal? Ti betegek vagytok. Tudod, mi a baj veletek? Tényleg, az a baj veletek, hogy egyszerűen diszharmónia van bennetek, és a fogason miért ne lóghatna egyszerre két férfi kabát? Miért? Van nálunk öt darab fogas. Azon lóg két kabát? Mi az a? Hát az a lényege a fogasnak, hogy kabát lógjon rajta. Abban van diszharmónia, aki a harmóniára törekszik. De ez nem harmónia, Jani. Miért? Hogy ez nem harmónia. Hát, hogy a fedében ne lehet? Miért lenne kényszeres? Miért találták ki a fogast? Minek legyen kint valami, ami tök felesleges? Ja, miért álljanak ott a kis fogak? De mi az, hogy miért találták ki a fogas? Jani, miért van a fogas? Azért, hogy lepakoljál róla mindent, elpakold egy szekrénybe, és üresen álljon a fogas. De ha nem használom, miért ne tenném el? De ha reggel ránézek, és azt mondom, ezt a kabátot akarom fölvenni, ott van, felveszem. Miért jobb, hogy öt üres fogas van, és minden a szekrényben van? Ezt én a Vikinél se tudom megérteni. Ne rakja a cipőimet, megőrülök. Én tudom, hogy azt a cipőmet vettem le reggel, abban nincs ott, nincs az előszobában. És keresem hülyén, irakja, odarakja, berakja, és nem találom meg. Nem erre van az előszoba? De hát erre is. Hát mire még? Hát én nem tárolok egyszerre 3-4 pár cipőt kint, egyébként a cipőszekrény előtt, vagy a szekrényen kívül. Az a baj, hogy te egy annyira szélsőséges példa vagy, hogy hát nagyon szélsőséges példa minden vagy. Minden este kivétel nélkül oda készítem a reggeli holmimat, a cipővel együtt, de nem hagyok kint egy csomó cipőt, mert a cipőnek a szekrényben van a helye. Én nem szeretek ott bugdácsolni vagy, érted, de nem lenne mániás, nem kényszeres, csak egész egyszerűen elpakolja hát maga után azokat a dolgokat, mert egy olyan finom lélek. Mert elpakolja azokat a dolgokat, amiket nem kell. Egyébként kerestem ezzel kapcsolatosan, és találtam is, mert hogy persze a britek ezt is mérik, meg kutatták. 1205 kérdeztek meg a férfiak legidegesítőbb szokásairól. Az első 54% azt mondta, hogy a fürdőszobai etikett teljes hiánya. Hogy a nők mondták a fasikról? Igen, tehát hogy ez a leg sarkalatosabb pont, tehát gondolom a féknyomokra meg a körbevizelt WC-re gondolnak. Jó, most nehogy az ilyen már meg kint hagyunk két pár cipőt, azért a féknyomos a budi. Nem feltétlenül, de mondjuk a nők 1200 nőből az 54% azt mondta, hogy ez probléma. Nálunk mondjuk ebből a szempontból tök rend van meg, amik ilyesmire nagyon kényes. A másik az a rendszeresen ágyon felejtett vizes törölköző. Bakker, tehát ettől felbírok robbanni, amikor ott hagyja. De már a Milán is ott hagyja.
Hát mert beviszed, érted, abban vagy, leveszed. Nem, az a baj, Júli, veled, tényleg veletek van a baj. De elmondom, miért van velünk a baj? Elmondom, ott, van a vizes törők közönek a helye? Elmondom, mi a baj veletek. Az a baj veletek, hogy én is mondjuk a Noelt kiveszem a fürdőkádról, fürdetem este, kiveszem a fürdőkádból, becsavarom egy törölközőbe. Én lerakom az ágyra a törölközőt, majd ráadom a pelust, föladom rá, amit kezes lába, stb. Majd leviszem és átadom az anyjának, és még ott csinálok valamit. A Viki addigra már fölér, és elrakja azonnal kényszeresen a vizet. Mert tudja, hogy te nem rakod el. Ez hát nem itt van a bizonyíték. Feketén fehére. Nem rakod el. Egy héten keresztül. Állandó elrakásatok. Nem láttam a vizes paplahúzat pedig mennyire kellemes. Nem láttad az zoknit. Nálunk nincs vizes paplahúzat. Tehát nincs vizes paplahúzat, mert nálunk van ilyen ágytakaró rajta. Tehát én utána visszamennék, mert utána még kiöntöm a gyerekkádjából a fürdővizet, még ott pakolok, de addigra például a Viki már kényszeresen fölrohan, és ha egy percemből nem önti ki a kádból a fürdővizet, akkor dráma. Mondd meg nekem, nem, mi történik abban a kádban a fürdővize? És én úgysem, hogy kiöntöm a fürdővizet, bemegyek, összeszedem, de ezt 10-ből kezdve nem tudom megcsinálni, mert a Viki megcsinálja helyettem. Tehát nem én vagyok a rendetlen, csak nem várja meg, amíg visszaérek oda, hát és a saját tempomban lezárom a fürdőt. Akár csak a fogkefénél, amit leraksz félőkor, ezt pedig délután egykor kettőt, a tempó, egy hét alatt nem dobsz ki egy büdös zoknit magad után. Az egy fotó, az megvan. Manipulált képsorozat. Szóval, hogy a magad tempójában, nem a Viki sérti el a dolgokat, te nem csinálod meg. De nem így van. És mi nők megcsináljuk helyetted. De nem így van. Itt a gondolkodásotok a rossz. Ha délután kettőkor te nem viszed vissza a fogkefét a fürdőszobába, és én este 7 óra, akkor nem találom meg a fogkefét, és egymás után kétszer kell lemennem azon a rohadt lépcsőn. Kétszer kell fölmennem, és átkozni magam, hogy miért költöztem olyan házba, mert lépcső van, és miért nem egy terű az egész, akkor harmadszorra visszaviszem a fogkefémet. Viki, hallottad a megoldást. Tényleg így van. Tehát a tiránmániátok a mi elkényeztetésünk, és a kettő sajnos párhuzamban áll egymással. És ti csináltátok úgy, hogy ne kezdjetek el dobálózni vele, hogy na, hát elmentek van az. Hát de pontosan. Kértük valahol, kérte a férjet, hogy pakoljál el, utána nem kérte, tehát mindent megcsinált, és most csodálkozol, hogy ő nem csinál meg semmit. Tudod, mi van? Én lent játszom a Noella a fürdetés után, ha csak egy kicsit kihagyok, már hallom, hogy önti ki a fürdővizet. És azért rakja el a törölközőt. De hát ezért nem volt még visszamenni, hát még a gyerek ül, még be akarom betetni az etetőszékbe, majd én lezárom a fürdetést utána, és majd elpakolok, de adjon időt. De az, hogy nem adok időt, mindent elpakolok, majd a szemezni lehet. Nem lehet élni. Mennyi időt hát adjon. És közben ő mit csinál? Figye. Játszik a gyerekével. Érted? Nem a szaros fürdővízzel foglalkozik, játszik a gyerekével. Érted? Kapcsolat lesz. Akkor lehet, hogy legközelebb nem azt kellene fotóznom, hogy hova kerültek a WC-papírgurtnik, hanem mi történik helyette. Hogy mi történik, és hagydott, és ne cseréld ki, és előbb-utóbb meg fogja csinálni. Ott hagytam, és nem cseréltem ki, és nem tűnt el, és te is ott hagytad, és nem tett el, és nem tűnt el. Nem, egyszerűen ez a fajta nőies kényszeresség, ami János benned is van, meg benned is üli, meg a Wikiben is, ez egyszerűen szörnyű. Nem. Tehát ez a mindig azonnal pakoljunk el, legyen az egész lakás egy múzeum, ne haragudjatok, a lakás van, értem. Nem én vagyok a lakásért, az előszobát azért találták ki, te hogy szolgáljon. Mindenfelé régi zoknik hevernek. Nálatok múzeum, a Wikinél múzeum, pláne múzeum, Jani még egy szállodai szobába is összehajtogat mindent, amikor kicsekkol, érted, és elkirak egy elnézést, hogy itt laktam táblán. Egy szállodai szobába, amikor együtt lakunk egy szállodába, mindig benyitok az ajtón, mert az ajtó nincs bezárva egyébként, így be tudom hát lőzni, és mindig azt várom, hogy bemegyek, és valaki ott elvágott torokkal kirabol, mindig ezt várom, meglököm így az ujjam, és mi nem látok semmit a kupacoktól, ezért mindig megkérdezik, hogy Pali, itt vagy valahol? És akkor megmozdul egy kupacot, és előbb mászik alól. Én a szállodai szobát is használom, igenis. Jól esik egy törölközőt ledobni a földre. Téged nem zavarnak a kis kupacok? Nem kuszálja össze a gondolatot? Tudod, mennyire utálom, hogy lerakom a farmeromat, és reggel tudom, hogy honnan venném föl, és nincs ott, mert én lent összehajtogatom, tudod már, mit csinálok? Mert a Viki annyira betegített, hogy összehajtogatom a farmeromat, és én ráhajtom a karfára, vagy az étkezőbe, hogy fogom, és én ráhajtom a farmert. Uh-huh. És ráteszem, és megyek reggel álmosan, hogy az egész család tudjon aludni, botorkálok, tyúkot szem, és keresem a gatyámat, és nincs ott. Tudod, mit csinál? Csinál egy ilyen malmozó mozdulatot előre, ezzel jól megtekeri a gatyámat, hogy betuszkolja így a többi cuccom közé. Hát igen. Hogy tartok így rendet? Amikor nem ott van, ahova leraktam. Azért van ott, mert ott akarom fölvenni reggel. Legyen lent egy lakás, nem múzeum. Most saját magatokat kötitek gúzsba ezzel. Múzeumban értek, múzeumban.
volt olyan, hogy valamit a szállodai szabályában le akartam hozni, és mondta, hogy lusta följönni, oda adja a kulcsot. Felmentem a kulcsért, bementem, és megvolt pillanat megállítva, meg volt állítva egy Guns N' Roses koncert a tévén, de úgy, hogy tudta, hogy utána elmenjünk, az 5 óra múlva fogunk visszajönni. Ahonnan és szeretem mondom, ezt miért állítottad? Azt mondja, mert nézni akarom tovább. De mondom, 5 óra múlva fogunk visszajönni. Nem baj. Ez ugyanilyen, mint a gyerekeim mondják ezt, hogy ne tegyem el a játékait, mert még használják. Hát van pont. Hát most nézzük azt a koncertet, mert ugye közben el kell menni forgatni, egy bátorság próbált kinn a celebben, Afrikában, valami. Hát majd visszajönök, 5 óra múlva visszajönök, és pont ahol be van nyomodva az ágy, oda visszafekszik. És elindítja. Hát nem értelek benneteket, kényszereseket. Hát komolyan, hát nem egyfajta szabadság, hát nem így kell élni. Hát aggódjak én azért, hogy most mi történik abban a szállodai szobában. Hát szabadság persze. 2 darab törő között teritek le a kád elé, arra szeretnék majd kilépni a kis kéztörlőt, leterítem még a kád mellé, hogy az se legyen vizes. 2 darab törölközővel azonnal megtörölközöm és ledobom az összeset, hogy kérek újat. Hát tehát azért megyek egy kicsit szállodába, hogy engem kényeztessen. Nem fog törölközőt vasalni, meg elnézést kérni, hogy ott voltam. Nem? Hát nem áll. Éjjel, a szobámba bealacodott a folyosóra egy ilyen hatalmas volt, egy oh my god, akkor tudtam, hogy most lépett be a takarítón a szobájába. Válogatott cikkozódás. Egyébként a nőknek is megcsinálták ezt a listáját, hogy legyünk korrektek. A férfiak a nőkben azt utálják, hogy állandóan nyomoznak, hogy cipők, illetve kiegészítő mániások mindig hibáztatnak, mert hogy mi sosem vagyunk állítólag hibásak, ez szerintem marhaság. Állandóan megerősítésre várunk. Túlbeszéljük a ez dolgokat. Ez így van, ez így van. Tervezgetünk, mert mindent előre megtervezünk. Nincs önálló önértékelésetek, ez így van. Mi? Tényleg így van. A nőnek állandóan ott kell legyen mellette valaki, állandóan 6-szor el kell mondani, hogy azért, szép vagy, és jó vagy. Azért, itt jöttök megint csak képbe, mert hogy ti vagytok azok, akik elbizonytalanítanak minket. Engem miért nem tudsz senki elbizonytalanítani? Mert te Sebestyén Balázs vagy. Hát nem hagyd, nem szabadna, hogy hagyjátok magatokat. Na mindegy, jó. Egyébként én rájöttem, hogy azért szeretem az előszobában is a kupit, meg a sok cipőt, mert akkor úgy érzem, hogy sokan vannak nálam, és akkor ez egy jó érzés. Aztán rájövök, hogy mindegyik az enyém, de akkor úgy érzem, tudod, hogy úgy, hogy ott jó ott nálam. Szerez néhány próbababát, és tedd be őket a konyha különböző pontjaira, üljenek, tudod. Olyan melegség van nálunk, sok kabát, sok cipő, és akkor az úgy jó. És még elmondhatom egyébként, hogy én mit szoktam elszúrni. Na, mit szoktál elszúrni? Úgy lenne korrekt, mert Miró nem tudja magát megvédeni. Én például rendszeresen kint hagyom a kaját. Mármint úgy értem, hogy a kész étel, tehát nem tudom behajtogatni a hűtőbe, és egy csomószor van, hogy kint felejtem. Na, tessék. Na, és akkor elmondja, hogy Balázs mit szokott elszúrni? Semmit. Kicsi alufóliába csomagoltam anyósom tök főzelékét, és pakolom ki egy kis papucsban, és kis boxer alsóban az erkére, érted? Mert tehát kiviszem. Én látom. Csináltad? Én tényleg simán csinálok, persze. Télen ez megérkezik. Kérlek, és hát rendben, kiviszem. Ja, mert nem merted rögtön kidobni. Nem, még ott volt. Sokkolomban van, nagyon finom. Na jó. Isteni, kirakom a teraszra egy kicsit, mert... Hadd hűljön! Azt ugyanott, utána ott felejted, és már akkor a készletek vannak kint, hogy ki se lehet menni. Higgyetek el, az előszoba akkor szép, ha tele van. Ezt én komolyan mondom, tényleg. Kényszeresek vagytok. Jó, van, Júli, van még valami? Van még valami? Ezek után szerintem. Nem tudom, hogy jövő héten lesz-e, ugye? Ez a nagy kérdés, hogy jövő hét kedden lesz-e. Igyekszem összekapni magam. Most már a pulcsit se tetszik. Igen, eddig jó volt, most már azt se szeretem. Jó van. Na puszi, köszönjük, hogy itt voltál. Ciao, hello, hello. 10:30 pontosan, 3-ugrás játszunk már, itt is van a játékosunk. 3-ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt, Vargáné vagyok. Vargáné! Kedves Vargáné, honnan telefonáltál? Csöngéről. És ki van melletted, Vargáné? Egyedül vagy? Igen, egyedül vagyok. Egyedül? Hogy, hogy nem segít neked senki? Hát, egyedül maradtam, most egyedül dolgozom. Egyedül dolgozom? Mit dolgozol? Hát, kulturális, ilyen közfoglalkoztatott vagyok a községünkben. Programot kell szervezni. Programokat szervezek, igen, amit tudok. De ezt azt szereted, nem? Ez hogy jól hangzik. Igen, nagyon jó. Nagyon jó. Egy keresztnevet azért mondasz nekünk, ez a Vargáné annyira hivatalos, hogy a keresztnevedet úgy értem. Nóri vagyok. Azért Nóri. Nekünk könnyebb, mint a Vargáné. Az jó. Sokkal. Best of koncert volt már arra fele? Még nem, de majd szervezünk. Na legyen. Szuper, jó lenne. Milyenek a kérdések, nem? Hát, szó. Picit elbizonytalanodtam. Miben? Mert egy kicsit abban a tekintetben, hogy milyen nehezek a kérdések. Hát elég nehezek. Na nézzük, mehetünk?
Igen. Így szól az első kérdés. Melyik világhírű hip-hop csapat dolgozta fel az Aerosmith zenekar Walk This Way című dalát? Hát ez nem jó. Elég korán. Azt nem tudjuk. Mi is időnként leadjuk ezt a dalt, nagyon-nagyon híres. Van hélem. Hát hogy jött, ez hogy ugrott be? Halló? Itt vagyok. Hogy ugrott be ez a Van Halen? Megleptél ezzel? Nem tudom, passzolom ezt a számot, nem tudom. Énként nem könnyű kérdés, így van nyilván, hát a Run DMC, ugye ők dolgozták fel, de elég régen, talán egy 97-es, 98-es feldolgozás, az Aerosmith Walk This Way című dalát, ez volt az eredeti. Na, hát Nóra, ez egy rövid játék volt. Köszönöm szépen. Na, mi köszönjük a lehetőséget, remélem, ha legközelebb játszunk, akkor talán egy kicsit tovább jutsz, jó? Köszönöm. Puszi neked, köszi, hogy csináltél. Köszönjük, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, megmaradt két kérdésed, János. Nézzük a játék jó oldalát, megmaradt kettő darab. Kérdés, 10 múlt pontosan, 2 perccel jövünk mindjárt, a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:45 lesz pontosan, 6 perc múlva itt vagyunk. És már is folytatjuk, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye egyrészt vendégeink voltak itt a stúdióban, Tóth Gabi és Gáspár Laci, és a Starman Star kulisszatitkairól meséltek nekünk. Nagyon kedveljük őket, a műsort is szórakoztatóak voltak, és hát nem azt mondom, hogy a két legjobb, de a két majdnem legjobb, vagy hát még tudnak egy nevet talán mondani, vagy kettőt, akiket a legjobbak közé sorolunk, Tóth Gabi és Gáspár Laci, az biztos, hogy benne van. Tehát nagyon jók, nagyon szórakoztatóak, és sok mindenről beszéltünk, és hát Laci megmutatta, hogy egy pillanat alatt bármikor Will Smith-szé tud változni. Will Smith-szé tud változni, hihetetlenül jól hozta. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig, hogy kiderült, Törökországban nem tudják, hogy mennyi az idő, mert hogy Erdogan és pártja úgy döntöttek, hogy az óraátállítás csak megzavarná a török népet, márpedig az ő figyelmüket most a közelgő hétvégén tartandó választások miatt egy pillanatra sem szabad megzavarni, és emiatt azt mondták, hogy nem tudjátok, mennyi az idő, majd mi tudjuk, hogy mennyi az idő. Ezzel nincs baj, de hát vannak nemzetközi repülőterek, pályaudvarok, vasútállomások, amik ugye az átállt óra és az átállt idő szerint indultak el, iPhone-ok, telefonok, számítógépek, amik automatikusan hangolnak. És Törökországban most senki nem tudja, hogy pontosan mennyi az idő. Vagy hogy melyik időzónát kell nézni, mert van az, amit a politikusok mondanak, és van az, amit valójában az óránk és az ő telefonjuk mutat. Akkor mész melózni, amikor akarsz. Igen. Van előnye. De vajon, hogyha így beleszólnak a dolgok, mi lesz a következő? Lesz a törököknél idén karácsony? Hát, meglátjuk. Na, erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 múlt 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. M-A-B, M-A-C. Nagyon jó. Gáspár Laci, gyerek. Karakter, és ebből műsorban karakterek. Egyéniségek kellenek. 4-es 160-as kilométerénél mérik a Budapestről érkezőket Fejre Asztrából. Szilvi küldte nekünk. Aztán... jó, hát nem, lajcsis poénokat nem olvassunk be. Igen, na, nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi, azt néztem, hogy van-e még friss közlekedési hírünk. Itt van velünk Roli, hello Roli, jó reggel, ciao. Jó reggelt, a 4-esen kifelé Vecsés felé szintén van egy trafik, gondoltak szólok. Nagyon rendes vagy. Bementél? Nagyon rendes vagy. Aha, igen, mert hogy erre felé tart ma este, pontosabban vérezett, hogy reggel vagy mi van most, nem tudom, el vagyok keveredve, hogy bírjátok a reggelt? Óriásiak vagytok, mindegy, egészségetekre. Szóval 4-es út végig számít, hol állsz meg, 20.000 forint értékű ajándékutalványom van, aki éppen tankol és Klassz FM szól nála, és még válaszol egy kérdésemre is, megkapja. Be kell állni a MOL kútra, ugye, és tankolni? Aha, erről igen. Szól. Hát, hogyha éppen kilóg az a kis farkinca a töltőkéjéből, de szépen mondtam, akkor nyerhet. De közben nem hallgathat rádiót, Roli, várjál, mert ki kell venned a kulcsot. Ha? Le kell állítani az autót. De akkor is mehet a rádió, nem? Tehát, hogy kitalálták már az olyan autókat, megy, ahol... Igen. Hát nekem nem, az enyém, hát, gyerekek, régi autó. Annyi, hogy van, ahol kiveszed a kulcsot, nem szól a rádió. De ez ilyen van, Feri, olasz autó, ugye? Mindegy egészségedre. Mert az nem arra van, az autózásra van, tudod. Mindig szoktam mondani, aha, hogy nem meteorológiai állomás, ezért nem mutatja, hogy hány fok van.
és nem is diszkó. De legalább könnyen elférsz benne a magad 2 méter 10 centiméterével. Pontosan. Erre fontos. Rolika, merre vagy, azt tudjuk pontosan? Tudom, hogy egyesült környékén, de hogy nagyjából, de egy kicsit próbáljuk szűkíteni, hogy hol vagy talán megtalálható. Négyes úton megyünk végig. Az első állomás, ha minden igaz, és nem árulok el nagy titkot, hát le kell jönni a négyesről, M0 az első kijáró jobb felé, Vecsés magasságában kell kereskedni. Arra felé. Jó, azért szűkíthetünk egy picit, persze, hogy megtaláljanak. Jó? Oké. Okay. Jó van. Ti váltjátok egymást a whiteboy-jal? Hát most a következő 3 alatt én leszek, aztán pénteken visszakapja a whiteboy, mert ez annyira jó, hogy nem tud megszabadulni tőle. De tegnap ő volt? Igen, tegnap ő volt, és azért hívtatok engem, amikor én még egyébként éppen az igazak álmát aludtam, és csörgött a telefonom, Anna hívott, hogy jaj, biztos te vagy, én meg nyilván nem vettem föl, mert nem én voltam. Ja, nem baj, hát ha kapunk elég infót a programtól, akkor mi tudjuk, hogy kit kell hívni. Figyelj, nem a whiteboy-t üldöztem, én Tatáról hazajövet az M1-esen, megláttam a klasszos autót, és nyomába eredtem, mert nem tudtam, hogy ki ül benne, és nem megörültem a whiteboy-nak, és átintegettem neki, de ezért nem látod. Jól van, Rolikám, jó munkát neked, jó? Nektek is meg jó pihenést. Köszönöm. Ciao, hello. Na, mondjuk, ha igazi profi lett volna, akkor tegnap felvesz és beblöfföli. Hívjuk a nap hallgatóján. Tényleg nem szól a rádió, te kiveszed a kulcsot. Nem, képzeld el. Miért neked olyan, hogy leveszed egy újítást, kiveszed a kulcsot, akkor tovább szól a rádió? Nem, hát utána bekapcsolod és szól. És tényleg, amikor te megállsz tankolni, akkor visszakapcsolod a rádiót? Hagyjál már. Kiveszed a kulcsot. Hát én be tudom állítani, hogy kiveszem a kulcsot és a rádió is lefűzem, hogy kiveszem a kulcsot gyújtásról, akkor szóljon majd ezt a rádió. Ha most kimegyünk a kocsit, igen? Beindítjuk. Igen? Szól a rádió. De a kérdés nem ez volt, hanem, hogy neked kulcs nélkül nem megy a rádió? De hát ha akarom, akkor visszakapcsolom, de nem az az átlagos. Nem. Hát az átlagos az az, hogyha leállítod az autót, akkor elhallgat a rádió, kövezzetek. A hívószám jelenleg nem elérhető. De szerintem mindenkinek így van. A feleségem intézi a kocsival kapcsolatos összes dolgot. Nem, ha kiveszed a kulcsot és leveszed a gyújtást, akkor leáll a rádió. Persze, nekem is. De Roli, nem ezt kérdezte, hanem, hogy ugye mondtad, hogy nyilván nem lehet rádiót hallgatni, de hogy te vissza tudod kapcsolni. De vissza tudom kapcsolni, nyilvánvaló. De nem életszerű, hogy tankolás közben neked ott megy. Hát ott nyilván nem, hát attól függ, mit hallgat az ember, persze. Jól van, azt mondja, hogy 62-es Újváros és Perkáta között trafi van, és Szafi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi van, Csabi sincs? Nincsen. Nem, Szabin van. Most szerintem nem utaztak el messzire, ugye minden évvel Limoncellóba szoktak utazni. De... Most őszi szünet van, és együtt van a gyerekekkel. Igen, igen. Most rúgják a bőrt valahol a Deresfűvön. Igen. Na jó. És Gábor nem jön be, vagy nem ül be hozzá? Nem, mert. Nem szeret már bennünket. Biztos a tegnapi Adél miatt. Ridegen tartjuk, és azért nem, mert. Ja, tett még ilyen jó rákészült tegnap az Adélra. A Adélt konferált? Az igen, új, meghallgatta valaki, milyen volt az új Adél dal, jó? Hellót. Én nagyon kedvelem, de nem hallottam. Mi lesz a mai kirándulás, mit csináltok a gyerekkel az őszi szünetben? Én nem, nincs őszi szünete, óvis, egy nevelésmentes nap volt tegnap, neki nincs őszi szünete, tehát neki van. Ma már ő megy. Megyek Szegedre, 3 órakor, 3:30. Azt mondd egyébként. Indulok Szegedre, gyerekek. Mennénk, üzentek de valamit, sajnos nincs egy. Megkértél valamit az öltözőbe? Nincs öltözőm, nem egy öltözőben lesz, hanem egy előadóteremben. Azt én értem, csak persze. Jó, oké. Okay. Tudod, jó. Akkor igazából nem is érdekel. Nincs öltözőben, megyek egy előadóteremben, beszélgetünk, aztán hazajövök. Nem akarok átöltözni, nincs fellépő ruhám, nem vagyok Elvis Presley, hogy felvegyek egy fellépő ruhát. Nincs öltözőm. Hát egy előadóterem van, bemegyek, aztán ott vagyok. Mondjuk, mire gondolsz, hogy pezsgőt, vagy epret? Hát persze, hát kb. Igen. Kiválogatott emendem. Nincsen semmi. Jó van, drága hallgató, Garabi Gábor jön a Kívánság műsorra, jó, 555-55-00, ez a telefonszám, ha szeretnétek dalt kérni, akkor küldjetek dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.